Azt hiszem, hogy most már itt vagyok. Ezt egy picit lejjebb veszem, hogy ne kiabáljak folyamatosan a fületekbe. Azt hiszem, hogy élőben vagyunk, bár egy kicsit össze-vissza nyomogattam a programot, szóval simán lehet, hogy elrontottam valamit. Úgyhogy a szokásos kérdéssel kezdem. Láttok-e, hallottok-e, mindenki rá-e, és egyébként hogy vagytok itt ezen a kis délutáni chill streamen? Úgy gondoltam, hogy mivel Twitteren megszavaztátok, hogy ez a játék legyen, ezért egy kicsit ilyen casual-re vehetjük a dolgot, mert mint hogy picit pattog a hang, ezt a múltkor is mondtátok, és fogalmam sincs, hogy miért történik. Szóval úgy voltam vele, hogy teljesen jó leszek smink nélkül, teljesen jó leszek hajmosás nélkül, egy ilyen összefogott dologgal is teljesen jó leszek a kényelmes pulcsimba, amit őszintén szóval lehet, hogy hamarosan le fogok venni, mivel nem gondoltam, hogy itt a lámpával, meg a nagy izgalmakkal, meg a kávéval melegem lesz, úgyhogy lehet, hogy a pihe-puha jó kis garbó pulcsimat le fogom venni. Oké, ez nem annyira pihe-puha, mint a másik, a világos színű, de az azért ez is jó kis kötött pulcsi. Szóval, hogy vagytok? Mit csináltatok ma eddig? Munka mellé stream, legalább nem fogok meghalni agyilag annyira. Dorina pedig eddig tanult. Tök jó. Én is egyébként ma, hát nem annyira sok mindent csináltam. Lássuk be, a háttérben természetesen azonnal látszódik egy bolond macska. Szóval igyekeztem ma nagyon hasznosnak lenni, de mivel ha néztek az Insta sztoriaimat, akkor láttátok, hogy tegnap bétnél aludtam, szóval így a szokásos keléshez képest kicsit később értem haza reggel, úgyhogy akkor egyből, mivel úgy voltam vele, hogy délelőtt veszítettem egy órát a produktivitásból, ezért miért ne ülnék le, csinálnék egy teát, és néznék sorozatot. Úgyhogy, hogyha valaki közületek nézte, vagy nézi a Love is Blindot Netflixen, akkor nagyon-nagyon szeretném kitárgyalni az eredményeit, és nagyon szeretek arról a sorozatról beszélni, mert tökre izgi. És mivel az véget ért, ezért úgy voltam benne, hogy többen is meséltek erről a The Circle-ről, ami szintén egy Netflixes reality, és annak megnéztem most már az első két részét, és az is elképesztően izgalmas, és nagyon jó dolgok vannak benne, szóval arról is nagyon szívesen beszélgetnék. Nussi, most végeztem a Melóval, és persze megint sikerült elkapnom a streamet, úgyhogy boldog vagyok. Jaj, én is boldog vagyok, hogy itt tudsz lenni. Heaven sorozatot néztem, és most csinálom a harmadik beadandómat, közben hallgatlak. Úristen, a harmadik beadandó szerencsétlen. Szia, bacsak, te is! Nagyon jó, hogy elértél egy streamet. Nagyon örülök mindannyiótoknak. Egyébként ma kávét iszom a streamben, és jaj, ki van égve, várjatok. Basszus, nem fogjátok látni! Na jó, várjatok, ezt muszáj megmutatnom, úgyhogy mindjárt ezt lejjebb veszem. Nem. Na várjatok! Így tutira! Olala! Olala! Cicer stream mellé Crazy Cat Ladies bögre! Úgyhogy most megpróbálom visszakapcsolni a lámpát. Így voltunk? Igen, azt hiszem, így láttok rendesen. Kicsit fura egyébként ilyenkor kora délután streamelni, hogy így ránézek a programra, látom magam, és közben látom a háttérben, hogy még világos van. Ráadásul főleg azért, mert nem húztam be a függönyt. Nagyon jó, hogy végre ilyen világos van, és ma délelőtt itt nálam legalábbis sütött a nap, ettől függetlenül nem sütött be a nap, mert ebben a lakásban nem süt be a nap, de tök jó volt, és közben valaki megválaszolta Twitteren, hogy náluk pedig esik a hó, szóval globális felmelegedés meg sít.
Szia, Dave! Még ha csak a bögre lenne Crazy Cat Lady. Jaj, és szia, Csana 91! Nem is hallottam az alertedet. Köszi szépen a követést, és nagyon örülök, hogy te is itt vagy köztünk. Ezt feljebb hangosítom, hogy halljam rendesen. És közben My Dream the VR, neked is nagyon szépen köszönöm a követést. A másik érdekes dolog a kávémmal kapcsolatban, kettő nagyon érdekes dolog is van, ami elképesztően érdekes, és nagyon stream-worthy, és megosztás-worthy. Az egyik, hogy egy arany színű kiskanál van a kávémban, nem tudom, hogy mennyire látszik, és nagyon fura egy arany színű evőeszköz. Szia, Eki Huksa! Neked is nagyon szépen köszönöm a követést, és remélem te is jól fogod magad érezni itt közöttünk. Szóval azért van egy darab arany kiskanalam, és akárhányszor így kihúzom az evőeszközös fiókomat, akkor így meglátom, és így wow, ez egy arany színű kiskanál. Mert anno ott is esik a hó. Süt a nap, drágám! Süt a nap! Csak közben fúj a szél. Szóval, Titán Marci, szia! Neked is szép délutánt! Szóval azért van egy arany kanalam, mert tudjátok, hogy az Okos az új szexin, nagyon sokat dolgozunk együtt az HBO-val, mindig ilyen éves megállapodásaink vannak, és amikor kijön egy új, ilyen felkapott sorozat, amikről általában mi is csinálunk valamilyen anyagot, akkor szoktak küldeni egy ilyen pici kis ajándékot mindig, és amit egyébként újságíróknak is, meg mindenkinek kiküldenek, hát ilyen PR igazából. És kaptunk egy ilyen tök jó bársony hatású szütyőben ezt az arany kiskanalat, ugye mert hogy a nagy Katalin volt a... Szia, Hársi Levi, neked is nagyon szépen köszönöm a követést, és üdv itt közöttünk, remélem te is jól fogod magad érezni, szóval... Éppen az adott sorozat az a Nagy Katalin volt, aminek a kapcsán szintén csináltunk videót, az Okos az új szexin, hogyha nem vagytok még feliratkozva, akkor keressetek rá YouTube-ra és tötörötörö. Szóval ezért küldtek egy bársony hatású kis szütyőben egy arany kiskanalat és egy pici üveg kaviárt, úgyhogy az nagyon-nagyon király volt. Halihó, a vörös meg az öreg után gondoltam, megnézem végre a cicás lányt is. Jaj, de jó, hogy itt vagy. A mikrofon serceg, vagy csak nekem tűnik úgy. Hát, srácok, hogyha mondjuk ezt itt lejjebb veszem, és itt feljebb hangosítom, akkor talán... Így, talán jobb, nem tudom, hogy így jobb lesz-e. De nem tudom, hogy a sercegéssel mit kéne csinálnom. Lehet, hogy valahol nem vagyunk jól bedugva? Nem tudom. Remélem azért így elviselhető. Szóval a másik érdekes dolog, hogy a kávé, amit iszom, azt, hogyha követtek Twitteren, akkor nagyon jól tudjátok, hogy én Nespresso kávégépen van, és Nespresso-t iszom, és hogy alapvetően én az ilyen kicsit kesernyésebb, egyáltalán nem savas, ilyen telítettebb ízeket szeretek, ezért most van ez az olasz limitált kiadású dolog, azt hiszem háromféle kávé is van benne, és akkor ezeket mindig meg szoktam kóstolni, és így mondtam a boltban a srácnak, hogy jaj, ezek közül melyik a legerősebb? Hát a nápolyi. És akkor így mondtam, ó, akkor azt abból kérek egy dobozzal. Hazajöttem, megkóstoltam, és olyan elképesztően erős, hogy már a szaga is egy picit a túlerős kategóriába esik, az íze pedig nagyon, úgyhogy általában a szokásosnál kicsit több tejjel iszom, azt hiszem ez volt már az utolsó kapszulám. Időnként, mintha pattogna a Miki. Hát hallom, srácok, de nem igazán tudok vele mit csinálni. Nem tudom, hogy mitől pattog. Nem lehet, hogy... Hát nem tudom mitől. Nem lehet, hogy a székemet halljátok? Meglátjuk. Viszont igen, elérkezett az a pont, hogy le kell venni a pulcsimat. Illetve... szia Bonk Please, és szia Lepetit Princess! Üdv itt, és remélem, hogy ti is jól fogjátok magatokat érezni. Itt a mi kis közösségünkben, illetve itt a streameken. Szóval köszi a követést.
Úgyhogy igen, eljött az a pillanat, amikor le kell vennem a pulcsit, mert itt a nagy izgalmakra és a nagy fényre, meg mindenre melegem is lett. Hova tegyem? Itt, nem zavar senkit. My Dreamer, the VR! Ne tessék csupa nagy betűvel írni! Itt a mi kis közösség, mint be... Oh, 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 oh. Nice! Jaj, és még így is nagyon-nagyon erős ez a kávé. És megpróbálom úgy igazítani a ruházatomat, hogy ne higgye meg én valaki azt, hogy terhes vagyok. Egyszerűen csak annyi történik, hogy félig meddig fekszem ebben a székben, mert hogy a lábam pedig fel van rakva az asztalra a monitorban. Kényelmes pulcsi rip! Igen. Most, hogy több mint 10 perc itt vagyunk, akár el is kezdhetünk játszani. Úgyhogy egy kis ketté ezzel fogunk játszani, amiről azt kell tudni, hogy egy nagyon kis cuki macskás Stardew Valley-nek akarja eladni magát, nyilván sokkal bénebb, mint a Stardew Valley, jóval olcsóbb is, mint a Stardew Valley, és ilyen kis, ez is ilyen kis indie játék, és cicák vannak benne, úgyhogy ahogy látjátok most már, a mi macskánk azt a nevet viseli, hogy cica. És az első évben tartunk a télnek a negyedik napján. Jön hamarosan a Stardew Valley 1.15. Ó, srácok! Nekem ugye Switch-es Stardew Valley-n van. Basszus, és tökre emlékszem, hogy néhány hónapja kijött egy frissítés, ami akkor még nem jött ki Switch-re, de azóta nem játszottam vele, úgyhogy lehet már, hogy kint van az az új frissítés, valami új eventekkel, meg új dolgokkal, meg mit tudom én. Úgyhogy erre elég kíváncsi vagyok. Ja, illetve amit nem mondtam el, hogy a kamera képem alatt láthattok egy ilyen csíkot, ott az egy donation goal, ugyanis, hogyha szeretnétek támogatni, és szeretnétek, hogy jobb legyen a kamera kép, mert hogy ez elég zajos, és nem annyira szép, akkor lejjebb görgetve tudtok támogatni ebben, és hogyha szeretnétek, akkor így lehet új webkameránk, hogy még szebben lássatok engem. Nagyon jó ez a kamera, mondja Dave, mert hogy az ő kamerája van nálam kölcsönbe, ez egy Razer Stargazer, ami annyira nagyon jól sikerült, hogy nem is hozták kereskedelmi forgalomba. Szóval mindenki nagyon elégedett volt vele. Illetve még egy nagyon fontos dolog, amit el kell mondanom, hogy figyeltem rátok, hallottam, amit mondtok, és ezért behúztam a képbe a mikrofont. Azt mondtátok, hogy nem vagyok igazi streamer, amíg nincs bent a mikrofon a képben, úgyhogy ennyi. Szia, I am Darks, üdv itt nálunk, köszi szépen a follow-t, és remélem te is jól fogod magad érezni itt. Dave, mit lehet kezdeni a hibás mikrofonnal? Tudod, mit lehet? Lehet mikrofonra is gyűjteni? Ennyi? A hang az nem az igazi. Pedig ráadásul most már biztosan jó beállításon vagyunk. Szóval a mikrofonnal pattogok. Nagyon pattogok. Hát figyusztok. Most épp pont nem. Most jobb vagyok? Léci, remélem, hogy jobb vagyok. Megigazgattam a kábeleket, megnéztem a mikrofon beállításait, most megint. Lehet, hogy meg kéne próbálnom átdugnom egy... Már nem. Valaki azt mondta, hogy már nem. Csak ha beszélsz, akkor rossz. Van, akinek eddig sem volt. Az előbb nem pedig. Hát figyusztok. Lehet, hogy a kábelemmel van probléma? Nem tudom, mivel van probléma. Az az igazság. Simán lehet, hogy a kábellel van probléma?
Igen, azt hiszem. Egyébként... Szia, Chelsea! Szia! Szia! Viki, ne pattogj már! Hát, figyusztok! Próbáljam meg átdugni másik USB-be? Vagy mozgassam össze-vissza a kábelt, hát ha jó lesz. Mert hogy egyébként a... Nem zavaró. Nagyon jó. Mert egyébként... semmivel, halúznak. Egyébként, amit mondani akartam, hogy amit lehetne segíteni a mikrofon minőségén, az az, hogy nem kéne többet leejtenem. Mert hogy már kétszer sikerült úgy leejtenem, hogy az nem volt egészen egészséges. Ütögest meg. Próbáltam már ki is bekapcsolni? Nyugalom! Nyugalom! Most ez van! Oké? Most ez van! Lehet, hogy elkezdünk játszani most már? Igen, egyébként pont most a stream előtt is valahogy sikerült úgy állítgatnom az áványt, hogy hirtelen így lebukott a mikrofon, szóval ilyeneket nem kéne csinálnom. Lehet, hogy játszani is fogunk? Még ma? Igen, cica! Cicász Denben vagyunk bent. Valaki kérdezze meg Viktort, hogy miért pattog a mikrofon, ha beszél bele. Ezzel jöttök, hogy mindenki kérdezze meg Dévet, meg Viktort. Ha tudnak segíteni, ha bárkinek van ötlete, ám legyen. Reggel 8 óra van. Jaj, tényleg van egy ilyen kis Nem itt láthatom a barátom. Így? Nem így? Nem látom! Miért nem látom sehol? El is ment a hang egy pillanatra. És megint mutálok. Már ki is bekapcsolni? Igen, az imént próbáltam ki is bekapcsolni. Kábel lesz ez. Ez az egyetlen jó kis hosszú mini USB kábelem. Még mindig? Úgyhogy lehet, hogy ezt kell majd kicserélnem. Most keressek egy új kábelt? Vagy már jobb vagyok? Most jó. Most jó, és nem is pattog? Annak nagyon-nagyon örülnék. Neked van egy. Nekem is van. Csak holnap? Igen, megyek holnap. De pattog. Aj, guys. Jó. Jó. Szia, Hardy 86. Fun, neked is nagyon-nagyon köszi a követést, remélem te is jól fogod magad itt érezni. És szia, 123, Mino 123, neked is nagyon szépen köszönöm a követést. You are a little hungry. Akkor próbáljunk meg enni valamit. Itt van egy dead mouse. Kis halott egeret, ha megesszük, akkor egyből 100% lett a kajánk. Mindig neki kimondja a számokat, akkor szia Mino, bocsika. Szóval valamiért nem tudtam megnézni, hogy milyen állatkánk van ott. Nem, erre. Accessories. Pet Dragonfly. Egy Pet Dragonfly az, aki... Szia Lazy 27! Neked is nagyon köszönöm a követést, remélem te is jól fogod magad érezni. Szóval egy Pet Dragonflyunk van. A sima foglalt volt, és legalább így szimmetrikus, és nem üdve az ott félig. Jaj, tök havas a táj, ugye meg minden. Nézzük meg, hogy milyen napi küldieink vannak. Read today's task. Ó, pont nem látjátok a szöveg elejét, de majd olvasom. Két gifts of any kindot kell hoznom, és egy marigoldot, meg egy task tokent kapok érte. Mi lesz a gift? Vajon?
Mi számít GIF-nek? GIF-nek? Mi számít GIF-nek vajon? Illetve gyorsan elnézünk a... ide a templomba is, mert nem egészen emlékszem, hogy ugye így a fő küldi, így a templom, nem is tudom, felújításra, vagy nem tudom mire, pontosan milyen prédákat kell összeszednünk. Úgyhogy majd mindjárt meglátjuk. Macska ment az igazi gift, azt mindenki szereti. Mármint itt a játékban is ezt vágod, vagy csak gondolod. Egyébként az én macskám egyáltalán nem szereti a macskamentet, vagyis hogy így egyáltalán nincs rá hatással. Obika, Bétnek a macskája, teljesen megőrült tőle, nagyon király, és azt hiszem anyukám azt mondta, hogy az ő macskája is. Szia Hajnesz, köszi a követést! Üdv itt köztünk, és remélem, hogy te is jól fogod magad érezni a streamek során. Jaj, el is felejtettem, nagyon király, hogy tél van, mert akkor fönt ugye minden meg van fagyva, és tudunk közlekedni a... Most már megcsináltunk, tudunk közlekedni a jégen, és nem kell úszni. Jaj, ide halak kellenek, még nem sikerült elsajátítanom a halászat mesterségét, úgyhogy az nem lesz jó. Itt szintén halak, úgyhogy azt hiszem egyszer egy makerelt, meg egy seabest már elkaptam, de... Ja, illetve ide kell egy kagyló is, akkor azért majd lemegyünk a partra. Hát ti mik vagytok? Firefly, Butterfly, Bandit, Darter, Blue Ladybug. Hát... Őszintén szóval ezeket még nem nagyon találtunk, még bénák vagyunk. Három Dove, azt tudunk, kettő Crow, Blue Jay, Cardinal. Cardinalt se találtunk még, de Blue Jay-t igen, meg Crow-t, meg Dove-ot is. Úgyhogy... Úgyhogy azt meg kell próbálnunk. Ó, és ide egy Blackberry, ugye nekünk van... Nekünk Winter Blueberry-nk van, szóval Blackberry kell, meg Raspberries. Szerintem azok legalább tavaszi, de inkább talán nyári növények lesznek. Úgyhogy meglátjuk, hogy mikor találunk ilyeneket. Az biztos, hogy visszamehetünk az erdőbe, mert hogy a madarak általában ott szoktak lenni. Szerintem még a dove is. Mi az magyarul? Galamb? Galamb? Ugye alapvetően izé szokott lenni. Milyen... Milyen madarat is szoktunk elkapni? Nem pontosan emlékszem rá. És egyébként mi lenne, ha mivel? Nem, ezzel, ha... Na igen, ezzel osonok. Szuper, szuper, ezzel osonok. És... Ezzel majdnem elkaptalak. Á! Hogyha nem veszel észre, akkor el tudtalak volna kapni, de csak így szaros kis egér volt, szeretem. Kanári. A kanári az papagáj. Vagy mi? Kanári madár? Az nem papagáj. A kardinál, az a kanári? Vajon? Nem tudom. Nem tudom. Szóval gyakorlatilag a következő egy-másfél órában a csőrike kanári tényleg, ugye a izéből a... Hogy hívják? Volt az a... Szilveszter! Szilveszter, igen, a cica, és Csőrike a kanári, és a Csőrike meg a nénié. Looney Tunes! Igen, 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 abba volt. Ezeket a gombákat vajon le tudom szedni? Nem. Folyamatos osonásban vagyunk, mert ugye nagyon-nagyon gyorsan észrevesz minket mindenféle állat, és akkor gyakorlatilag megszívjuk, mert elrepülnek, elfutnak, stb. Igen, szóval azt kezdtem el mondani, hogy a következő egy-másfél órában gyakorlatilag ezt fogjuk csinálni. Mászkálni fogunk osonásban, és várjuk, hogy esetleg valamit el tudok-e kapni, mert hogy még az elkapás se szokott olyan jól menni. Tök jó, hogy mondtam, hogy akár vissza is mehetek. Jaj, az előző is egy mókus volt, nem is egér. Hoppá, ez az. Jó lesz el te vacsorára.
Szóval jó, hogy mondtam, hogy menjünk vissza az erdőbe, mert ott szoktak lenni a madarak, mert hogy még nem mentem vissza az erdőbe. Itt most már ez erdő lesz? Nem. Hol a francba vagyunk? Ó, lefelé kell mennem. Oké. Szóval meséljetek valamit, valami érdekeset, ami foglalkoztat benneteket, amiről tudunk beszélgetni. Szia, Német Máté, üdv köztünk! Remélem, hogy te is élvezni fogod a streameket. Ez mi? Aha, hogy ez valami tüskés bokor, ami sebez engem. Fantasztikus, hogy így összesétáltam benne. De amúgy nem para, mert hogy idővel így töltődik vissza az életem, szóval minden király. Ez az, délután 5 van már, tehát tök jó. Ja, és most meg visszajöttünk a városunkhoz. Na, itt akkor szaladjunk el balra még. COVID-19. Azt egyébként a... Jaj, végre egy stream, még soha nem voltam streameden. Jaj, hát nagyon örülök, hogy örülsz neki. Szóval a... Merre kell ülnöm, hogy benne legyek a kamerába? Így, ugye? Így. Szóval azt már kb. Kibeszéltük. Így. A szerdai streamben elég sokat beszélgetünk a koronavírusról, szóval most nem hoznám fel újra, hogyha nem para, mert... kicsit depresszív kezd el lenni a téma. Abból a szempontból, hogyha mondjuk most éppen felmentek az indexre, akkor mi történik ott? Egyáltalán nincsen pánikkeltés. És ugye a szerdai események után mindenki azonnal elkezdett legalábbis a hírek szerint bevásárolni mindent, hogy legyen otthon tartós tej, meg liszt, meg mit tudom én, és én egy kicsit aggódtam, de ja, meg fotókat is kiraktak arról, hogy éppen hogy néznek ki a boltok, ilyen lerabolt polcokkal, meg mit tudom én, de a lényeg, hogy egy kicsit aggódtam, de reggel elmentem itt a nálam lévő kedvenc boltomba, mert annyira öreg vagyok, hogy van kedvenc boltom, és gyakorlatilag minden volt. Szóval... Na, inkább térjünk át arra, hogy melyik a kedvenc társasom. Most nyilvánvaló okokból, szívem szerint egyből azt akartam volna mondani, hogy a Cat Lady. Az egy nagyon jó társas, nagyon-nagyon szeretem. Nincs egyébként amúgy így kedvencem, hanem vannak, amiket nagyon szeretek. Ugye, amikor megyek a Femit Geeks-re társasodni, akkor általában szinte mindegyik nagyon-nagyon király. Ó, szia Viktor, te is itt vagy? Miért követ egy bogár? Ő az egyik kiegészítőm, egy Dragonfly. Ugye? Dragonfly volt, ugye? Ő a kiegészítőm. Ő egy ilyen kis barátom, aki semmit nem tud csinálni. Exploding Kittens. Az az igazság, hogy ez egy ilyen tök cuki parti játék, meg nem lefekszünk aludni, mert este 10 múlt. Tök cuki játék meg minden, de hogy az tényleg ilyen parti játék. Tehát, hogy azt már némi alkohol kíséretében jó játszani. De alapvetően meg vannak olyan társasok, amik meg... Nem hisztek el, mekkora szél van itt. Azt a rohadt, nem tudtam, mi történik. Tőlem jött a hang, hogyha ezt hallottátok, akkor ez tőlem jött, basszus. Fú, de durva volt. Nem tudtam első körben, hogy ez az, csak abból láttam, hogy ez széllök is, hogy a kis fám majdnem kidőlt, mert van itt egy babérfám, vagy nem tudom. 15-ösre menjek le, oké, lemegyek 15-ösre. Hol is van a mine? Itt, akkor 1-2-3-at kell fölmennünk, meg egyet jobbra. De éhes vagyok. Úgyhogy megeszem a kis egérkét.
Nálam fura, csak valami a hanga, pattog a hang, már többen is mondták. Nem tudom, hogy miért. Egyrészt fontos lenne nem... Egyet mentem jobbra, akkor hármat kell föl. Fontos lenne nem lejteni a mikrofont, másrészt elképzelhető, hogy a kábellel van valami, de most így nagyon hirtelenjében nem kezdem el szétszerelni a dolgokat, hogy másik kábelt kössek be, hogyha nem nagy para. De nyilván, hogyha azt mondjátok, hogy nagy para, akkor nekiállok, jaj, itt egy béka. Mondjuk a békára nincs szükségünk pont a templomos küldihez, de jó lett volna vacsorára, hogyha nem szalad el. Hát srácok, jussatok valami konszenzusra azzal kapcsolatban, hogy nekiálljak-e szétszerelni így a stream setupot, hogy kipróbáljak egy másik kábelt a mikrofonhoz. Csak akkor nem pattog, ha nem beszél. Fiúztok, tarthatunk olyan streamet is, hogy nem beszélek. Csak így hallgatjuk ezt a cuki kis zenét. Nem tudom, látszik a háttérben a macska. Kicsit arra bűjek, hogy rendesen látszódjon. Mert még erre, hogyha eljövök, akkor látszik a macska. Cuki a zene? Igen, cuki a zene, miért nem? Hányat jöttem már fel? Hol van ez a szarosmány? Itt kell lennie. Jaj, de jó, hogy jég van, és... Ajajajajajaj, veletek nem akarok találkozni. Ajaj. Ajaj. Pedig állítólag már erősnek kell lennem. Állítólag ugye már egy csomót raktunk a... Ó, egy meg is halt. Ez az, akkor téged is meg tudlak ölni? Téged is megöltelek. Semmi pénz, meg semmit nem kapok érte. Ez elég felháborító. 66% megint a kaja, úgyhogy egy winter blueberryt megeszek. Tök jó. Ha-ha-ha, hogy beakadt oda az egérke? A francban nem tudtam elkapni. Cuki a zene, nem? De, cuki a zene, mi a baj a zenével? Semmi baj a zenével. Jó? Ja, várjatok, itt merre is kell mennem? Itt kell mennem az úton? Ahhoz, hogy leereszkedhessek a... Nyilván, mert délután 14:30 van, tehát, hogy éjfélig egészen biztosan nem fogunk tudni kijönni, hogy teljesítsük a küldetést. Mit is kell csinálnom? Szét kell így vernem dolgokat, ugye? Ez mi? Ah, rock debriszt nem veszünk fel. Az a szemétnek a megfelelője. Neked nem tetszik? Nem tetszik ez a cuki kis chill zene? Ez a játéknak a zenéje egyébként, nem én raktam be. Egy csomó streamer csinálja, ugye, hogy zenét... Ah, de nem tudok átmenni. Hogy zenét rak be a stream alatt, Spotify-ról, vagy mit tudom én, de engem tökre szokott zavarni. Szóval van egy csaj, akit rendszeresen nézek, és általában a Sims streameit szoktam nézni, milyen meglepő. Vetítják a hangsávot sokszor. Igen, de csak utólag, tehát, hogy élő közben nem tiltják le, hogy így látjátok, ugye, a macskát. Ez, srácok, egyben gameplay és macska stream. Szóval élő közben nem szokták letiltani, úgy tudom. Meg nyilván, amikor simszezik a csaj, akit nagyon szeretek, az a neve, hogy Novalisi, az egyetlen probléma vele, hogy azt... Nem ausztrál. Azt hittem ausztrál, de nem ausztrál. Hanem... Hát most hirtelen nem tudom megmondani, amerikai, de hirtelen nem tudom megmondani, hogy melyik államban él. De a lényeg, hogy azért tudom néha nézni, mert ő éjszakai streamer. Ami azt jelenti, hogy a mi időnk szerint általában reggel 4 és 6 között szokott kezdeni, ami... Return to the surface? No, stay here. Ja, igen. Ami azt jelenti, hogy ő a saját idejük szerint általában ilyen este 11 éjfél körül szokott elkezdeni streamelni, és ő éjszaka streamel. És hogy így ez a...
ez így a napi rutinja, de a lényeg, hogy emiatt sokszor van, hogy délelőtt, vagy van, hogy akár kora délután is el szoktam kapni a streamjeit, mert hogy van, hogy így 8 órán keresztül streamel, meg ilyesmi, vagy késik, és utána streamel 8 órán keresztül, és mire befejezi, addigra náluk már ilyen full-blown reggel van, ami nagyon durva. De a lényeg, hogy amikor ő, mondtam a nevét, Novalisinek hívják, de amikor ő Sims-et játszik, akkor nem szokott zavarni közben a zene, viszont amúgy meg a másik játék, amit játszani szokott, az a Dark Souls, és a közben viszont nagyon zavar. Nagyon ritkán nézem Dark Souls trailerét. Van, hogy nézem, mert tök jól beszél, meg tök jó dolgokról szokott beszélgetni. Szóval nagyon szeretem, és van, hogy így akkor háttérbe berakom akkor is, amikor Dark Souls-ozik. De hogy a közben viszont szerintem rendkívül zavaró a zene. Egy ilyen mános... Jaj! Wow! Jesus, nem figyeltem! Pont az a rész így kiesett a látószögemből, így a laptop miatt, amiatt, hogy szerencsétlen cicát azt akarom, hogy lássátok. Hányos szinten vagyunk? 7-esen. Jó, és még csak délután 4 van, szóval van esély rá, hogy képesek legyünk vissza érni. Szóval nem tudom, ti mit gondoltok arról, amikor így megy stream közben zene? Hogy jó, vagy nem jó, vagy milyen? Amikor cica streamet csináltam, múlt héten, mert a héten nem csináltam egyet sem, mert nem voltam úgy itthon, meg a macska nem volt éppen olyan szögben állapotban, hogy tudjak normális streamet csinálni róla, akkor ugye betettem háttérbe egy ilyen tök jó kis coffee shop indie mixet. Azt szerintem teljesen oké, mert mint értitek, a cica stream közben különben meg full csönd lenne, és akkor így tudott a zenét hallgatni, aki akart, meg sokan írták, hogy tetszik is nekik az a zene, amit beraktam. De hogy amúgy ti szeretitek így, hogyha stream közben zenét hallgat az ember? Játéktól függ? Ja, hogy te egy denevér vagy! Jesus, és életem sincs! Nincs életem! Tudok valamivel életet szerezni? Nem. Basszus! Elfelejtettem hirtelen, hogy itt ellenségek is vannak, mert pedig itt szép lassan, folyamatosan lesznek. Az a neve, hogy cica? Igen, az a neve, hogy cica. Mert rendkívül... rendkívül kreatívak vagyunk, ezért cica lett a neve. Don't judge me, man. És azt hiszem, a chattel megszavaztattam, hogy lehet-e cica a neve, és azt mondta mindenki, hogy lehet cica a neve. Ha zenét szeretnék hallgatni, elindítom a Spotify-t, attól függ, milyen zene, már is stílustól, meg játéktól is, nem mindegyik alatt jó. Már megint éhes vagyok. Ja, hát ezt így értem. Én is valahogy így gondolkodok róla. Szóval Sims alatt oké, Dark Souls alatt mondjuk nem. De mondom, Dark Souls nem szoktam nézni. Egy-két külföldi streamer van, akiknél szoktam Sims-et nézni. Legfőképp azért, mert van, amikor Sims-ezek, basszus, a héten nem is Sims-eztem. És se Rita, se Viktor, se Dave, meg Julcsi nem streamelnek, akkor éppen... Haj, már megint ilyes vagyok. És nincsen jó kajám. Éppen akkor nem streamelnek, és én nagyon rászoktam, és nagyon-nagyon szeretek Sims streamet nézni, miközben Sims-ezek. Basszus, vajon le tudunk menni? A 15-ösig? Se életem, se nagyon több kajám a rohadt életbe. Itt is Viktor túra van, megy a bányászat. Minecraft cica puszta kézzel termeli a nyersanyagot. Igen, lehet automatizálni a bányászást. Bányában nincs kaja. Nincs.
És ezt egyébként el is mondja az elején a vakond, aki leenged minket, mármint aki legelőször leengedett a bányába, hogy érdemes sok kaját vinni magunkkal a bányába, amit nyilván én nem vettem komolyan, és ezért fel kell mennünk, különben meghalunk. Azt hiszem egyébként, hogy ha meghalok, akkor nem sok minden történik. Nyilván visszadob a... Te valami vagy? Iron ore, nagyszerű! Az hihetetlen, hogy eddig eljöttem, úgyhogy egyébként semmi hasznosat nem találtam. Vagy volt... Oppá! Úgy tűnik, hogy most kezdek el dolgokat találni. Ah, tök jó, megyek lejjebb. Szia, Bét! Te is szia! Meg kell lenni a kereskedőt. Szia, Gina, te is! Csak nem egy cicás játék. Hát kérlek, megszavaztattam veletek. Nem voltam benne egészen biztos, hogy... De aki szokott nézni, az azt hiszem értette, hogy mit akar a szavazás, mert hogy a szavazás az arról szól, hogy mit vadásszunk ma délután, ugyanis... tényleg itt át tudok menni. És akkor kikerülhetem azt a denevért. Ugyanis a Link's Awakening-be pont ott tartunk, hogy már nagyon endgame van, tehát hogy most már mehetünk az egghez. Viszont még van körülbelül 50 darab Secret Seashell, amit, hogyha ugye összeszedünk, akkor erősebb fegyverünk lesz, meg több szívecskénk, meg ilyesmi. Ne üljél meg, pretty please! Hú! 13-as levelem vagyok. Próbáljuk meg kihúzni a 15-ösig. Azt most megint éhes vagyok. Na jó, még 2 berrim van. Nem holdolni akarom, hanem ítelni. Ó, nagyon necces! Sőt, az is necces, hogy haza tudok-e menni? Nyilván ez az utolsó, és nyilván ebbe volt. Léci, rohadtul örülnék. Rohadtul örülnék, hogyha nagyon közel lenne a lefelé vezető lépcső. Mert hogy... hát, hogy így... Nem. Így egészen konkrétan a haldoklás szélén. Ez az! Tudunk lemenni a 15-ösre. Nagyszerű, akkor mehetünk is haza. 2 vasból már lehet egy vaskard. Én a BK-ra szavaztam. Ja, igen, mert hogy 3 dologra lehetett szavazni. Ezeket itt ki tudom? Nem. 3 dologra lehetett szavazni, ugye az egyik az a Secret Seashell volt, amikből össze kéne gyűjtenünk jó párat még a Link's Awakening-be, csak ugye az a probléma vele, hogy gyakorlatilag egy egész stream, vagy legalábbis ilyen másfél-két óra biztosan arról szólna, hogy újra végigjárom a játéknak az összes területét. És ugye várom, hogy a hangvilla mikor szólal meg. Jaj, hát nyuszit elkaphattuk volna, hogyha osonásba megyek. Op, ott lesz valami préda, jelzett a nyíl. Tehát, hogy az egy ilyen viszonylag unalmasabb rész szerintem, úgyhogy lehet, hogy azt valamikor így magamtól lejátszom, talán lehet, hogyha ma este van kedvem, akkor annak egy picit nekiülök. A másik az ugye arra lehetett szavazni, hogy képzeletbeli állatokat. Hát ez kisétel. Képzeletbeli állatokat kapjunk el, az nyilván a Pokémon volt. Mert hogy abban még bőven vannak Pokémonok, amiket el kéne kapni, és az az igazság, hogy eléggé fejlődnünk kéne, mielőtt kijönnek a kiegek, vagyis hát az egyik fog jönni, ezt nem tudom pontosan mikor fog jönni, lehet, hogy az április vagy május? Szóval addig jó néhány erős Pokémont kéne szereznünk, arról nem is beszélve, hogy ugye legutóbb sőt, 2 ezelőtt elkaptuk a... majdnem nem vettem fel a rewardot. Mi az, hogy jaj, ahhoz ugye, jaj, igen, a taskot, hogyha te is tettem, akkor a mayorhöz kell mennem?
kinél kell leadnom a küldetést? Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Jaj, és üdv, Headhook! Nem figyeltem, és ezért nem hallottam a... megint az alert hangot. Úgyhogy valamit majd itt át kell alakítani a hangok közben. Figyusztok, nem mentem le a 15. szintig. Lehet, hogy írtógyökér voltam, és kijöttem a 14-nél. Vagy hol kell... Ó, ez egy... Nem, egy... azt hittem, az egy béka. Ez egy béka valószínűleg, csak nem az enyém. Miért nem hozzád kell leadnom a küldit? Basszus! És feleslegesen szívtam magam majdnem halálra. Úgy tűnt, a 15-ös szinten jártál. Én is úgy vélem. És nyilván most meg már mindenki elment aludni. Fantasztikó. Na mindegy. Igen, igen, szerintem is a 15-ös. Szóval a Pokémonba a DLC megjelenése előtt azért ugye a legendary Pokémonunkat is tök menő lenne felfejleszteni, mert jelenleg a kezdő Pokémonom, ugye a Scorbunny, ez a, aki most már szindresz, ez a tűznyuszika. Erősebb, mint a legendary Pokémonom, ami megvan. 15 different map regions. Hát figyú, nagyon, nagyon kéne, hogy fogalmam sincs, kinél kell leadni, de... Jaj, let's talk. Hát, de nem érdekel, mit mondasz. Mesélsz magadról. Hát, senkit nem érdekel. Mi az, hogy... Eddig nem hármas volt a kapcsolatunk? Most meg csak kettes? Oh! Nem, még van egy berrim. Úgyhogy ez 74%, úgyhogy ha most hirtelen itt nem sikerül semmit elkapnom, akkor megyek vissza, és akkor veszek egeret. Valószínűleg valakinél kell leadnom a küldit, de az a valaki, mert lehet, hogy elment adni, de annak meg ne lenne értelme, mert akkor meg miért? Te mi vagy? Nem tudom, mi ez itt, de hogyha rámegyek, akkor rezeg. Csak simán egy növény? De hát miért rezeg a kontroller, hogyha rámegyek? Hát most már sikerült volna kiásnom, vagy elkapnom, nem? Vagy lehet, hogy vakond, és később jön ki? Valószínűleg tökre semmi, csak... Hát jó. Szia, Lord! Köszi szépen, hogy benéztél. Örülök, hogy itt voltál. És kellemes délutánt neked. Ja, bocsánat. Jaj, Berri. Na, Léci nyilacska jelezi, hogy valahol van valami préda. Annak kifejezetten örülnék. Ja, minden nagyobb... Nem minden növénynél rezeg. Nyilacska, jelenjél meg! Ez a játék egyébként így kb. Erről szól, hogy így megyünk szép lassan, és reméljük, hogy valamikor valamit sikerül elkapni. Ah! Nem jelzett a nyíl. Vagy legalábbis túl közel voltunk már, mikor jelzett a nyíl. És hogyha nem mosonásba megyünk, akkor... Teknős. Aj! Azt hittem futás közben el tudom kapni, de ezek szerint nem. Szóval nem tudom egészen biztosan, hogy vajon a téli évszak miatt van-e, hogy nem nagyon vannak állatok, el tudom képzelni. Mert hogy korábban azért többre emlékeztem. És
Lehet, hogy tavasszal kezdtük a játékot, szerintem egyébként nyáron kezdtük. Ugye, hogyha nem láttátok a legelső mikor lesz boss fight? Szerintem soha. hogyha nem láttátok az első... Hogyha nem láttátok az első részt, akkor elmondom, hogy egyébként az a játéknak a sztoria, hogy folyamatosan a túlérésért küzdünk. Az első rész, ahol ugye így a sztori volt, az elképesztően durva volt, mert mint hogy így konkrétan megkönnyeztem, úgy volt ráadásul előadva, meg megcsinálva az egész. Tehát a lényeg, hogy megtaláltak minket kis cicaként valahol, és hazavitt minket egy család. Egy anyuka meg a kislánya, és a kislányal nagyon-nagyon jóba voltunk, és vele aludtam éjszaka, és rengeteget játszottunk, meg mit tudom én, és egyszer játék közben megkarmoltam. Ami egyébként, mint tudja, akinek van macskája, vagy találkozott már macskával, hogy előfordul, mert egy kicsit... a többi állathoz képest kicsit neurotikusok, mert hogy a többi házi állathoz képest, és hogy ezért az anyuka berakott minket egy dobozba, beszálltunk a kocsiba, és konkrétan... kell nekünk? Ne! Konkrétan kidobott minket az út mellett, az út szélére. És akkor jött egy... És jött egy... hogy mondják ezt? A stray cat-et? Hogy mondják magyarul? Tudjátok, ilyen nem vadmacska, hanem ilyen... hanem ilyen utcamacska. Aki az utcán él, akinek nincsen gazdája. Szia, Joey! Miért pattog a mikrofon? Nem tudom. Azt mondtátok, nem annyira durva, hogy elkezdjem átkötözni a dolgokat. Ja, most is úgy nézek ki, mint aki vagdossa magát, pedig csak macskám van. Ez egy dáv, ez az. És a lényeg, hogy jött egy... Hogy mondják azt? Kóbor macska, aki így kb. Eligazított, hogy hát itt a szabadban kicsit szopás az élet, de... Megtanított arra, hogy hogyan tudok vadászni, megtanított arra, hogy hogyan tudok más macskákkal verekedni, és aztán bevett ebbe a klánba, amibe azt hiszem ő is tartozik, ebbe, ahol lakunk, ugye? És a térképen látszik, hogy van kettő másik, ugye én a zöldbe tartozom, és van egy kék, meg van egy piros. És hogy hát gyakorlatilag meg kell próbálni túlélni, és ő is elmondta, hogy egyébként szívás is nehéz túlélni. Most az történt... Használsz valami digitális keverőt? Voice meter, banana vagy ilyesmi? Nem. Viktornak az szokott összeakadni a dolgokkal. Semmit nem használok, semmi újat nem használok, és nem tudom, hogy miért pattog, de azt mondta itt a chat, vagy legalábbis nem mondták, hogy annyira elviselhetetlen lenne, hogy emiatt elkezdjek mindent széthúzni és összedugogatni most így a stream közben. Szóval, sorry, ez most ilyen, legközelebbre mindenképpen megpróbálom megoldani. De hogy azt mondtátok, hogy nem élvezhetetlen miatta. Közben egyébként villog a telefonom, Messengeren írt valaki, szinte biztos vagyok benne, hogy Dév és Viktor elkezdtek írogatni a közös chatbe, hogy mit csináljak a mikrofonommal ahhoz, hogy jó legyen. Szóval legközelebbre mindenképpen meg fogjuk oldani. Oksi? És egyébként a korábbi streambe az is történt. Azt hiszem, eddig háromszor játszottunk a ketté ezzel. Lehet, hogy csak kétszer? Köszi, Joy, köszi. És... Vacsora! Nincsen vacsora.
Nincsen vacsora. Szóval az egyik részben meg is haltunk. Úgyhogy amikor elkezdtem, akkor megszavaztuk, hogy milyen módba játszunk. És én mondtam, hogy ismerve engem, hogy milyen ügyes vagyok dolgokba, mi lenne, ha easy-n mennénk? Mentem összesen vajon 15 blokkot? Nem hiszem. 15 különböző blokkot, szinte biztos, hogy nem mentem. És én easy-n akartam játszani, de ti azt írtátok a cseten, hogy hú, de kell lesz. Akkor nem is kell éjfélre hazaérnünk. Nem is volt ott a kék. Szia, M. Hajnal! Hey, hey! Jaj, ez az! Használjátok a Marci Sansa emótot. Itt van valaki, akit elkaphatunk. Szóval engedve a kéréseteknek végül normál módban kezdtük el a játékot, és miután meghaltunk, és többször halál szélére kerültünk, végül átváltottam easy-re. Mert én ez a fajta játékos vagyok, oké? Okay? És aztán az is kiderült egyébként, hogy ezt a gombot, nem ezt a gombot, hanem melyik gombot? Ezt a gombot megnyomva előjönnek így a speckó skillek, amikre látjátok, hogy most is van 138 XP-m, és azért a huntingot egyel feljebb dobjuk. Hogy könnyebben elkapjunk dolgokat. Yes! Meg van fighting, meg swimming, meg foraging, de lényeg, hogy nem találtam meg azt a menüpontot korábban, hogy hol lehet ezeket fejleszteni. Szóval most már egyébként legalább így nem próbálunk meghalni minden ötödik percben. Ennyire nehéz ez a Star Meow Valley. Nem. Csak nem vagyok nagyon szerencsés, és nem vagyok nagyon ügyes. De szerintem ezzel már tisztában vagytok. Na de cuki a cica, hogy ott így alszik. Nem tudom, mennyi látszik, hogy így a kis fejét is illetette. Viki, nincs azzal semmi baj, ha lejjebb veszed a nehézséget. Az a lényeg, hogy élvezd. Jaj, köszi, jaj, de cuki vagy. Egyébként én is így gondolom. Csak nyilván ilyenkor így. Hú, de ciki. De valójában ezt így el kell engedni, mert tényleg az a lényeg, hogy nyilván akkor fogok streamelni, meg olyan játékot fogok streamelni, amit élvezek. Nagyon ritkán, de nekem is volt már olyan, hogy lejjebb vettem egy játékot. De hát az overcompetitive wikiről beszélsz. Na, mert most az overcompetitive wikivel az van, hogy kicsit teljesítménykényszere is van, és mivel jelenleg ásítozom folyamatosan, pedig iszom a kávémat. Mivel jelenleg így a streamelés az egyetlen olyan dolog, amit élvezek és el tudom adni hasznos tevékenységként, nem akarom megutálni. Szóval az van, hogy most már több mint egy hónapja rendszeresen streamelek, és élvezem, és ezt nem akarom elrontani. Hanem tök jó, hogy mindig örömmel ülök le, meg örömmel csinálom, és amikor éppen nem csinálom, akkor pedig valahogy eszembe jut, hogy hú, ha most lenne egy kis időm, akkor tök jó lenne streamelni egy kicsit. Öreg vagyok én már ahhoz, hogy szenvedjek egy játékkal. Pontosan, szerintem szenvedésből tökéletesen megkaptátok múlt hét pénteken azt a pokémonos epizód... Ráadásul szemből ugye nem mehetek rájuk. Abba a pokémonos epizód, amikor Attilával játszottunk, megkaptátok a szenvedés minden formáját abból a streamből szerintem. Éhes? Nem vagyok éhes. Képzeld, akartam venni cicás bögrét a kínaiba, az nem volt, de találtam trikolor cicás zoknit. Jaj, de király!
Jaj, de király! Ha! Ó, itt már úszni kell. Ha! Vannak ott benn dolgok? Hát nem, meg szembe jön a víz. Szia, haver! Mi haverok vagyunk! Szia! Lots of prey around here. Ha! Az azt jelenti, hogy itt valószínűleg annyival melegebb az éghajlat. Ha! Hogy több prey van, mint mondjuk bent a hideg erdőben. Ez elképzelhető, hogy azt jelenti? Jaj, és igen, itt is körül... Aha, nem, ez itt a homokos rész. Úgyhogy itt kell mindenképpen körülnéznem. Ilyen... Jaj! Aha, és itt nincs is megfagyva. Itt kell körülnéznem kagylókért, meg innen látjátok, végül ebbe a játékba is kagylókat gyűjtünk. Aj! Nagyszerű! Nagyszerű! Ott vagy a vízbe egészen bent, mit csinálsz? Iszol? Basszus. Ó, és itt véget is ér a part. Hát akkor most nem volt szerencsénk. Most nem találtunk kagylót. Illetve többször is elszalasztottuk a lehetőséget, hogy valami jót elkapjunk. Na, itt balra fönt lesz valami. Amúgy ez pontosan emiatt, mert nincs itt semmi olyan komoly dolog, amit tudunk csinálni, vagyis hát nyilván van, mert hogy most is kb. Arra kell mennünk, hogy a templomi küldiket megcsináljuk, mert ebben nagyon hasonlít a Stardew Valley-re, hogy ugye, hogyha össze kell szednünk egy csomó fajta halat, meg madarat, meg bogarat, meg ásványt, és akkor valami lesz a templomba, szóval ez nagyon-nagyon hajaz a Stardew Valley-re. De akkor valószínűleg történik valami. Nem tudom pontosan, hogy mi. De... biztos valami érdekes, szóval arra kell mennünk, hogy... most... ezért mutatott a nyilacska. Nyilván arra kell mennünk elsősorban, de ahogy látjátok, így sokkal kevesebb a lehetőség is. No! Cupcake, gyere segíteni! Cupcake, gyere, cupcake! Ez az, cupcake. I will stay alert. Ja, veled nem is tudok beszélgetni, nem tudom hányos barátok vagyunk. Szóval sokkal kevesebb a lehetőség. És hogy emiatt kb. Csak fel alá járkálunk. És gyűjtünk dolgokat. Lehetne egyébként már randizni. Ugye ahhoz azt a piros rózsát... Oh, inventory is full. Hát akkor let's eat. És akkor most már... Picked up scroll. Nagyon jó. Egyet föl, kettőt balra. Viszont ugye még senkivel sem vagyunk olyan viszonyban, hogy elkezdjek randizni, és vigyek nekik vörös rózsát. Ezért csak így fel alá mászkálunk, és próbálunk elkapni dolgokat. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez a játék tényleg tökre chill, meg hogy ilyen jó megyünk és csinálunk dolgokat, mert hogy nem kifejezetten izgi, de közben meg így tök jól el vagyunk vele szerintem. Meg hát ezek szerint szerintetek is, hogyha megszavaztátok, hogy ez legyen a játék. Go to sleep. Ki is ürült a Crazy Cat Lady-s bögrém.
és a cica továbbra is ott alszik, pószt változtatott a fejével, most pont olyan helyzetben van, mint aki úgy néz ki, mintha mindjárt így szembe leesik a feje. Nagyon cuki. You are a little hungry. Hát 84-et még nem nevezném hungry-nak, úgyhogy nyugodj meg. Nézzük meg, mi a napi küldi. Hot prey. Bárcsak el tudnék kapni hot prey-t, bakker. Az sem nevezte, azt mondta Little Hungry. Oké, de hogyha már jön egyszer egy ilyen kiírás, hogy Little Hungry, akkor azt gondolná az ember, hogy enni kéne, de hát 84%-on még nem kell lenni. Nyilván most a játékbeli macskáról beszélünk, nem rólam, mert hogyha én 84%-on vagyok, akkor azonnal ennem kell már. Tehát, hogy az én éhségi szintem elég ritkán megy 80% alá. Jaj, tényleg nem is mondtam, hogy a szerdai stream, ahol kvázi meggyőztetek, hogy stream után rendeljek meg kis kaját, mert megérdemlem. Ugye nem tudtam már olyan kis, hogy nyitva van-e a boltom, nem volt kedvem elmenni boltba. És valaki pont mondta, hogy még most 29-éig, ami ma van, nem, még csak 28-a van, én mondjuk általában megvárom a 0-100 közeli állapotot, de akkor 110-re nyomom. Na, én 80-ról szoktam 110-re nyomni. Megint nincsen. A berriket esszük, mert azok ugye keveset gyógyítanak. Most felszedek helyette másik kettő berrit. Szóval 29-ig a netpincér ingyen szállít meg is kaját, és pont ugyanolyan árba van, mint a Mekiben. Úgyhogy győzködtetek, és végül rendeltem a Mekiből a kaját, és kiraktam Instára, és többen kérdeztétek, hogy vajon itt mi van? Hogy milyen volt, és az az igazság, hogy mire kiért a kaja, teljesen korrekt volt, szóval, hogy még meleg volt a krumpli, meg a szendvics is. Tök jó volt. Szia, kis Albert! Üdv itt köztünk, a kis közösségünkben. Remélem, hogy te is élvezni fogod a streameket, és jól fogod érezni magadat itt köztünk. Most egy kis kettélzet játszunk, ami egy ilyen nyugis, cicás játék. Ah! Kivéve, amikor elkezdek ideges lenni, hogy nem tudok elkapni semmilyen prédát. Fogd a nézőkre! Abszolút a nézőkre fogom, oké? Okay? Csak és kizáró, hogyha nem szóltok egy szót se erről a hülye ingyenes szállításos dologról, akkor nem rendeltem volna. Jó? Bár lenne itt netpincér, bár lenne itt neki. Jaj, sajnálom! Én ebből a szempontból elég szerencsés vagyok, hogy itt lakom a belvárosba, és akkor itt a minden is van. Netpincér is, meg volt is, de hát egész egyszerűen annyira drága lett kaját rendelni az elmúlt. Szia, Miss Barbara! Üdv itt a kis közösségünkben, itt a streamben. Remélem, hogy te is élvezni fogod az itt létet, mert remélem mindenki élvezi az itt létet. Lássuk be. Szóval az utóbbi egy-két évben annyira drága lett a kaja rendelés mindenhol. El kellene adnom ezeket a törtölöket. Hogy egész egyszerűen tökre meggondolom, és tökre ritkán rendelek kaját. Nincs egy ládád oda-haza? De van! No, pusztulj! Majdnem! Az a baj, hogy szembe voltam vele. Az a baj. Hát hello, téged is leverlek a francba. Tessék! Erős vagyok, mint a Vidia! Hol vagyunk? Ó, egy csomót kell lefelé menni, hogy hazamenjünk.
Szerintetek vajon teljesítettem a napi küldit? 3, 4, 5, 6. Szerintem igen. Nem vagyok benne biztos. Az csak jó, ha ritkán rendel az ember, nem? Kevesebb junk food. Nem csak junk foodot lehet rendelni. Én például régen volt egy kedvenc burítós helyem, a Mucho Burrito, ami egyébként a West Endben van, és tök jó árban is volt, viszont felemelték a szállítási költséget 800 forintra, ezért fejeztük be onnan a rendelést. És hogy onnan többször ettem már burrito salátát is. És nagyon-nagyon király volt, szóval... Meg most érted, hogyha rendelek egy bolonyai spagettit, vagy ilyesmi, vagy rendelek egy pattájt, vagy stb., akkor azok azért nem olyan junk foodok, mint hogyha mindig, nem tudom... Nyilván vannak, ahol mondjuk, ahol rossz hamburgereket lehet csak rendelni, úgymond. De hogy közel sem annyira gázak, mint mondjuk, értitek, rendelni a Mekiből, és Nusi, hogyha itt vagy, bocsi, még dolgozom ezen, hogy túl tegyem magam rajta, hogy állítólag a Meki már nem trash. Ez a sok pénzért lehet eladni? Ez a 20 millió? Nálam hasonló az eset az Arribával, mióta voltam vannak, nagyon durván felemelték az árakat. Igen. Tökre egyetértek. Jaj, az Arribát is nagyon szeretem. Bár az egyébként mindig egy icipicit drágább volt más helyeknél. Jaj, és régen volt izéjük is... Halapenyós kukorica levesük, tortilla chipsze, úristen, de szerettem. Jesszus Maris. De aztán egy jó ideje, már az sincs. Basszus, annyit beszélünk kajákról, hogy tökre éhes lettem, és nem fogok ma is rendelni. Mert hogy tudok csinálni tök jó szendvicset vacsorára, arról nem is beszélve, hogy ha valami junkra vágyom, akkor van Mirelit pizza most már a hűtőbe. Vettem Mirelit pizzát. Pont ezért, hogyha ilyen eset van, akkor ne rendeljek, hanem az is hasonlóan szemét, úgymond, de... Hát sziasztok, haverok! Cuddles, szia! Hey friend, good to see you! Szóval az is kvázi junk, de legalább nem kerül 2500-ba. Megint nem sikerült. A rendeléssel általában nem is a junk food a baj, hanem a junk cucc, amiben kihozzák, műanyag dolgot, stb. Igen. És egyébként van néhány tök jó helyebből a szempontból, például néha szoktam rendelni a Tölcsibéből. Wow, ezt hogy elkaptam. Ahol ilyen nem gófri, de valami ahhoz hasonló, ilyen kemény tésztába szoktak tölteni húsit, meg salátát, meg mit olyan, meg van mellé sült krumpli, és az például full papírba érkezik, tehát hogy a Volt is papírzacskót használ, illetve ők is papírba csomagolják. Úgyhogy az sokkal jobb. Én is tökre utálom, amikor így 8000... Mi a... Mi a franc? Hol látom a catch any type of prey? 3 remaining. Miért van a számbor húsa? Na mindegy, ezek a küldik. Legalább szerintem most már talán van 3 dáv, amit elvihetünk a templomba. Érdemes olyan helyről rendelni, ahol újrahasznosítható cuccban hozzák ki a kaját. Igen, mert egy csomó helyen tudjátok azt, ami ilyen dupla cuccban van, és kinyitható, ilyen
picit habszilikáthoz hasonlatos dologba hozzák ki, azok a legkörnyezetszennyezőbbek. Mistress! Szia! Köszi szépen a követést, és remélem te is jól fogod magad érezni itt, a mi kis közösségünkben. 2 squirrelt kell elkapnom ma. Oké. Tehát az a legrosszabb fajta műanyag, ami aztán tényleg az emberiség létezése során nem bomlik le. Szóval azt például tök utálom, amikor abba hoznak ki mondjuk egy burítót, és még plusz izébe van becsomagolva alufóliába, mert hogy nem értem, hogy akkor a doboz miért kellett hozzá. Meg a másik, amit meg nem szeretek, amikor meg olyan műanyag dobozba hozzák, ami ugye így le van fóliázva, mert akkor egyrészt tökre átázik a kaja, mert ugye azon lecsapódik a pára. Másrészt pedig az is olyan műanyagból van, ami nem újra hasznosítható. Legalábbis, ha jól tudom, meg kell nézni rajta a kódot. What the hell? Ez aztán a battle, srácok! Ez aztán a battle! Gyerünk! Vagy mégse. Hupszi. Hát, ehhez nem voltunk elég kemény csávók. Én a sushit rendeltem, és nem írom le. Glorious Battle! Igen, Glorious Battle volt ez. Hát, Glorious-szel kapcsolatban azért vannak kétségeim, de Battle volt. Mindenképp. A sushit nagyon-nagyon szeretem. Na de hát sushit rendelni meg aztán tényleg elképesztően drága tud lenni. Úgyhogy jól is lakja, mert nagyon sokat meg tudok enni sushiból. És nem is az, hogy nyilvánvaló, hogy sushit rendelek mondjuk néhány havonta egyszer, vagy fél évente egyszer, meg ilyesmi. Tehát, hogy nem azzal van baj, hogy mondjuk nem tudom kifizetni, hanem azzal van baj, hogy nem érzem, hogy megérni a dolog. Az, hogy ennyire sok pénzt kifizessek rá. Egyszerűen nem érzem azt így okénak. Na! 3 davot kell. Hold. Yep. Még egy dav kell. Yep. És még egy dav kell. Igen, és akkor 2 crow. Crow-t végül nem sikerült elkapnunk. Hát nem bizony. Jaj, ki kéne dobnunk azt a... Ezek miért nem jutott eszembe korábban, hogy ezt kidobjuk? Ezt hogy tudom kidobni? Ja, és mit tudok csinálni vele? Le kellene adnom a vakonnál? Pizzát kell rendelni, az papírdobozban jön. Hozzá kell menni Dave-hez, aztán csinál otthon sushit. Lol. Szólni kellene neki, hogy akkor a legközelebbi alkalommal sushi legyen a menü. Csinál sushit? Nem tudtam. Csináltam? Ja, azt hiszem, azzal elkéstek. Hát igen. Sokan elkéstünk vele, hogy Dave-hez hozzámenjünk. Amúgy is biztosan elviselhetetlen a csávó. Bennike! Köszönöm szépen a követést! Üdv itt nálunk, és remélem te is élvezni fogod a streameket. Csináltam múltkor sushit barátnőmmel, másfél tálcányit. Másnál is pattog a hang. Igen, másnál is pattog a hang. Igen, bocsika érte. De remélem, hogy nem élvezhetetlen emiatt. Az igazság, hogy még nem ettem olyan házilag készített sushit, ami igazán jó lett volna. Tök őszinte leszek. Többet is ettem. Például anyukám is csinált már, az öcsém is csinált már, de hogy egész egyszerűen Nem olyan nekem. Jaj, szia, Poja Klea! Üdv itt közöttünk téged is, és nagyon szépen köszönöm a követést.
Most már meg kellene próbálnunk tényleg elkapni. Mit is kért? Mókust kért. Ó, de itt meg tudjuk nézni. Ready to turn in? Oh my god! Ja, igen, mert van két squirrelom most már, és azt egyszerűen, hogyha leadjuk, akkor ezek szerint az így oké lesz neki. Na, pusztulj, 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 skull, skull, pusztulj, skull! No! No, please don't kill me! Megyek, nézem tovább a Friends-et, Viki, ez a te hibád, mert a harmadik évadnál járok, 3-4 nap alatt legyetek jót, lehet benézek még. Szia, Joey, ez az egyetlen kifogás, amit elfogadok, hogy miért mész el, jó? A Friends nagyon jó, én pár hete fejeztem be újra a végignézését. Én egyébként fiatal koromban egyáltalán nem néztem Friends-et. Néha, ha véletlenül, csak az volt a tévében, ami nézhető volt, de az volt az egyik legkevésbé szeretett sorozatom a Comedy Centralon, mert hogy én régen, amikor tévéztem, mondjuk hazaértem suliból, és tévét néztem, vagy ha nem voltak otthon a szüleim, és úgy tévéztem, akkor, és már volt Comedy Central, akkor mindig a Comedy Centralt néztem. És azon nagyon sok olyan sorozat volt, amit szerettem, de a Friends nem tartozott közé, úgyhogy egyébként szerintem Julcsi hatására néztem végig a Friends-et. 2 éve néztem végig. És így instant szerelem volt. Jaj, nem, a táblához megyünk. És azóta még egyszer végignéztem, és az az igazság, hogy pont mikor a végére értem, akkor... Olala! Akkor rá 1-2 hétre jelentették be, hogy lesz új. Szóval, ez nagyon király. Mármint, hogy lesz egy ilyen reunion rész. Ami egyébként nem tudom, hogy milyen lesz. Talán egy icipicit aggódom miatta, hogy milyen lesz, de hogy én nem kifejezetten haragszom az ilyen évekkel későbbi összejövetel dolgokra. Tehát, hogy én a Gilmore Girls-re se haragudtam. Nyilván nem volt jó, de egyáltalán nem haragudtam rá, meg nem szaroztam, mert valahogy így tök nosztalgikus volt visszatérni arra a helyre, meg visszatérni azokhoz a karakterekhez. És látni azt, hogy egyik-másik színész szerencsétlen hogy néz ki, és hogy mennyire nem számított rá, hogy újra képernyőn kell szerepelni. Le Petit Princess torokgyuszin van, jaj, nagyon sajnálom. Jobbulást neked. Joyen, fiatal koromban is néztem, akkor is imádtam, most néztem végig a tévével együtt. Azt hiszem harmadjára vagy negyedjére, legutoljára én érettségikor néztem végig. Reki, vagy Kawai, vagy hogy nevezzelek, mostanában a Titánok sorozatot nézem. Azt nem nézem, és a BoJack Horseman-t se nézem. Szia, Joey! A BoJack Horseman-t elkezdtem, és őszintén szóval nem tetszett annyira, hogy folytassam. Tehát egy-két részt néztem belőle, és így nem fogott meg. Igen, de ez kell nekem. Szóval, sajnálom, de azzal ez a helyzet. A Titánok meg a Titans, az hol megy? Az, amire gondolok, az Netflixen. Azt hiszem, annak az első évadát nagyon szerettem. Én sajnos nem bírom az olyan sorozatokat, ami alatt megy ez a hülye röhögés, mert idő után csak arra figyelek, megérít. Én se szeretem, és most már nem nagyon tudnék úgy elkezdeni sorozatot, hogy van alatta röhögés, de amit én megszoktam, hogy régi sorozat is van alatta, az alatt nem zavar. És egy-két rész alatt így, egy-két rész után tökre el tudok tőle vonatkoztatni, az zavar, amikor hallhatóan van valaki új ember a nevető közönségben, és annyira
a többiekétől elkülöníthető hangon meg módon nevet, hogy utána csak azt hallom ki, és egy csomó ideig így rögök rajta, hogy nem hiszem el, basszus, hogy ez az új ember itt elrontja ezt az élményt. És nagyon fura, mert egyébként én sosem emlékszem rá, hogy egy-egy sorozat nevetős volt. Tehát, hogy egy fél éve elkezdtük így tök random újra nézni a How I Met Your Mother-t, és én furra nem emlékeztem, hogy az alatt is van nevetés. Netflix szegény... Jaj, várj. Én a Modern Childot nézem, szerintem most harmadjára, de mindjárt vége. Jaj, igen, az utolsó évadot forgatták most le. Hú, én nagyon-nagyon szeretem a Modern Family-t. Egy darabig abba hagytam, talán így a 7-8-9. Évadot, akkor így volt, hogy nem néztem. De azóta most újra is nagyon-nagyon szeretem. HBO-gon nézem, és ott meg fogok halni. És ott ugye most heti bontásban érkezik. Hol vagyok? Jézus, felfelé kell mennem, nem lefelé. És minden héten szoktam nézni, és tökre szeretem. Azt hiszem pont ma jött ki új része. Vagy tegnap. Úgyhogy meg is fogom nézni vacsi közben. Ó, hogy elszaladt. Winter Festival! Hát, akkor megyünk a Sacred templomba. Ja, várj, nem, mert reggel kell oda mennem, szerintem. Nem most éjszaka. Ha meg igen, akkor meg lemaradunk róla. Bocsánat az elsítozásért, nem tudom, hogy mi történik. Én most nézem másodjára végig a Gilmore Girls-t, és nagyon közel vagyunk a Rebel Rory időszakhoz, és nagyon félek tőle. Netflixen új az Ez így nem oké, nekem tetszett, én azt nem láttam. Hó, 11 éjjel, míg aludtunk. Én azt nem láttam még, de az az egyik következő, amit szeretnék megnézni. Nagyon érdekel. Általában a Sex Education-nek az alkotói csinálták, nem? Bird, Two Crows or Two Doves. Nincs az még nekünk? Ezek szerint nincs. Ó, egyetlen egy Birdünk sincs, ahogy látom. Na mindegy, menjünk a Sacred Temple-be. Én a Friends esetén észre se vettem annó, hogy van nevetés alatta. Ja, régen ez megszokott volt, és így idő után így nem veszed észre szerintem, hogy van. Pont azon gondolkodtam előbb, hogy a How I Met Your Mother alatt van-e. Van bizony, és nagyon meglepő volt, amikor így elindítottuk, hogy baszki, ez alatt van nevetés. Bocsánat, ma is többször káromkodtam már. Igyekszem visszafogni magam, nem szeretek előttetek káromkodni. Hol van a templom? Oh, egyen jobbra még, okés. Volt olyan comedin, talán az agymenők alatt, amikor véletlen lehagyták a nevetés hangsávot, alul a konkrétan nézhetetlen volt nélkül, tök fura. Igen, mert megszokod, és tényleg az alatt is van nevetés. Arra sem emlékszem. De igen, valószínűleg van. Bakker. Bocsi mindenkitől, aki ezek után a röhögésre fog figyelni. Hú, mekkora káromkodás volt. Jó, hát nem nagy, de... Pik. Engem nagyon idegesít, főleg, amikor szerintem nem vicces, mégis nevetnek alatta. Engem nem. Engem egyáltalán nem. Use this special time to reflect back on your year and set goals for the next one. Jaj, ez a csaj. Ez a Missy. Ez annyira ilyen... Annyira ilyen kis... Fennhordja az orrát, ilyen kis tipikus basic white bitch. És tényleg white, értitek? Tehát Savannah azon gondolkodik, hogy vajon a tengeren van-e valami sziget, és az engem is érdekel, de valószínűleg a swimmingemet nagyon fel kell húzni hozzá. A jó sorozatot nézted, néztem, és én az új évadot is nagyon-nagyon szerettem, és alig várom a következőt. Nagyon-nagyon-nagyon durva szerintem. Szerintem annál fura, ahol alávágják, és nincs élő közönség. Nekem nem.
Van különbség a Nickelodeon szintű minden 3 másodpercben benyomott nevetés, és a Friends alatti nevetés alatt. Igen, 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 so true. Először mindenkivel beszélgetek. Nyilván mondom, hogyha valaki valami érdekeset mondott, utána pedig elmegyek a játékokhoz, mert ilyenkor mindig vannak itt játékok. Jaj, de jó ez a világító fa! Ja, és ilyenkor ugye itt vannak a többi klámból is a cicák, és velük is lehet beszélgetni. Jaj, de tetszik ez a kék cica. Lehet, hogy vele kéne összejönnöm. Slip, te is itt egyedül? Mit csinálsz itt egyedül? A kibaszott világ vége, meg Stranger Things alkotóitól jött az ez így nem, akkor igen, tényleg a Stranger Things, akkor nem a Sex Education, de én a kibaszott világ vége, bocs, de ezt kimondom, mert különben kiszott világ vége, nekem az nem tetszett. Azt hiszem végignéztem, de hogy így nem tetszett. Would you like to play festival games to earn tokens or... Yep, join the games. Snowball fights! Igen, 3 round van, és most jöhet az első, amikor hógolyó csatázni fogunk. A Jura én is ráhájpoltam. Ja. Jaj, eljött onnan a cica. Itt fekszik a kis dobozába, amit ugye csináltam a monitor mögé, hogy ne üljön be a monitor elé. Join the snowball fight! Kihaj, és azt hogy kell csinálni? Ó, dokkal fogok játszani. Arthur és Slip ellen. Easy challenge. Nyilván le kell szerelni az ellenfelet, mielőtt ők szerelnek le minket. Ja, igen, ott van a 3 szívecske felül, tehát 3 szívecskénk van. A jobb oldali... Kiha, az melyik? Az a ravasz, vagy a felső gomb? Ó, a ZR, az a ravasz, oké. Ó, és hogy nem mehetek át a másik tér felére. Dok, te itt meg lelöveted magad? Doc meghalt! Oh no! No! Jaj! Tök jó, hogy itt a vesztesek is nyernek fesztivál tokent egyébként. Hú, ez nem az én játékom volt, de megpróbáljuk még egyszer. Jaj, nem. Igen, join the games. Jaj, mi? Nem figyeltem. Benike! Ó, igen, ne küldj linkeket, légy szíves. You can spell the word homeowner without meow. Meow. Jaj, köszönöm szépen a 100 bitet, kawaii, reki. Köszönöm szépen a 100 bitet, erre nem volt alert. Minden esetre nagyon, nagyon köszönöm a cheer. 100 bites csírt. Volt alert? Basszus, akkor megint nem hallottam. Akkor hangosabbra kell majd állítanom az alerteket. Na, újra. Most a Robinnal vagyok, tök jó. Neil és Luna ellen. Tök jó, hogy legalább nem egy. Fú, de para volt ez a vörös szemű macska. Tök jó, hogy nem egy öreggel vagyok együtt. Ó, hogyha nyomom, akkor...
Nem nyomja folyamatosan. Egyet kivertünk, ez az! Ah! Bocsika, Robin, veszettem én egy életet. Olyan távol van, el se ér odáig a szaros hógolyóm. Oh! Hogyha így megállok és folyamatosan lövök, akkor ez jó, nem? Na, az a lényeg csak, hogy gyere, sétálj oda fel. És akkor jók leszünk. Ez az, gyere, sétálj fel. Vajon kiszámítható a mozgása? Aha, nem jön fel. Gyere föl, ez az! Ez az! Na mennyit kaptam? 2 tokent. Hát az nem sokkal több az egynél. Oké, nézzünk meg egy harmadik kört is, ugye ez az utolsó kör. +120, mert ha valaki a Hunter's Cheer-rel küld cheert, akkor +20%-ot ad hozzá a Twitch. Jaj, oké, köszi. Ezt a cheer rendszert még nem igazán vágom. Arthur. Nem tudom, mi volt ez a hang. Pebble és Luna ellen. Gyerünk, Arthur. Gyerünk, Arthur. Nyomjuk. Pebble, úgy megdoblak, csak gyere följebb. Gyere, Pebble, gyere! Aha, ez a titka a dolognak, hogy be kell szorítani őket alulra. Csak sétálj bele! Léci! Luna, most te sétálj bele! Léci! Olyan szép lenne max élettel túlélni. Ez az! 3-at kaptam most, érte, király! Na nézzük, mit tudok venni összesen a 6. First try, pro moves! Yeah! Nagyon pro moves, Winter Blue. Kardinál, 7 token, basszus, és csak 6 tokenem van, nem? Bubble Wand. Ó, de cuki. Single use, hát kérlek. Power Paw. Ja, de az meg 8. Winter Lights Decor. Snow Day Color. Ó, ez a szín a cicámnak, az meg... Pet Butterfly! Nem, lehet, hogy inkább az izét veszem meg, a Winter Lights dekort, mert akkor azt fel tudom tenni a kis otthonomban. Yeah! Ja, el kell hívnom a kis csókámat, hogy a vakondot el kell hívnom otthonra. Hogy felrakhassuk ezek szerint a... Ó, de király! Nagyon király! Go to sleep, yes. Go to sleep. És tavasz lett! Szuper, remélem most több állat lesz mindenhol, mert... Hát szia, hát te ki vagy? Ja, Koko! Ember is now selling shiny trinkets. Oké, tehát hogyha valakinek tudtam adni rózsát, akkor utána adhatok neki shiny trinkets-t. Ó, mert hogy az meg a propose, azzal az eljegyzés van, és a vörös rózsával meg a járás van.
hogyha adok valakinek egy shiny trinketet, az azt jelenti, hogy az életemet vele akarom leélni. Aj, hajnal! Próbáltam egyébként korábban... Jaj, mi történik? Mi történik? Nem figyeltem, hogy most mit csinálsz velem. Ja, semmit, csak ő eltűnik. Oké. Tehát, hogy már próbáltam korábban a Missy-nek adni rózsát. Give the red rose. Akkor kinek adjuk? Scoutnak? Nem vagyok senkivel olyan viszonyban, hogy... Vagy lehet, hogy ajándékot kell neki adnom? Ó, örült a Winter Blueberry-nek. Mi van, hogyha még egy Winter Blueberry-t adok neki? Aj! Aj! Rád pazaroltam a winterberry-eimet! Kis ribi. Jaj, nem néztem meg, hogy mi a napi küldi. Gyorsan visszamegyek érte. Ezt meg nem akarom tovább cipelni a számban. Szóval a tél utolsó napján felraktad a karácsonyi égőket. Igen, hát az egész évben szép. Jaj, de jól néz ki! Az egész évben szép, jó? Színes fények, meg minden. Na, mi a naptászkja? Kettő Crow vagy kettő Dove? Oké. Nagyszerű, akkor menjünk. My life in a nutshell feels bad, man. Amúgy cica milyen nemű? Mi a promókód vajon? Na. Van neme cicónak? Nem tudom. Nem tudom, hogy őszinte legyek. Ez az, Dáv, ez az... Allalá! Jaj, de jó, és végre vannak növények, amiket tudok szedni. Ez azt hiszem, ez izét ad életet, nem? Ja, nem, ez energizing, azzal gyorsabban tudok mozogni. Ott van egy egérke, az jó lesz ebédre. Hoppá! Jaj, de jó, nem is hallottam eddig, hogy van ilyen vízcsobogás. Na, mi van erre? Na, mi van erre? Hí, Ladybugot el kell kapnom, Ladybugot, bár azt hiszem, hogy kéket kér a templom. Aj. Ladybug. Elment? Ez az, elkaptam a nyuszit is. Na most már izét adjál. Még egy davot, ugye? Igen, mi, vagy hát... Igen, még egy davot kell elkapnom. Békusz. Hát észrevett. Na, amit az elején kérdeztem, de senki nem válaszolt rá, hogy nézte-e közületek valaki a Love is Blindot. A Love is Blindot Netflixen. Annyira akarok beszélni arról a sorozatról.
És nem nézte senki, akivel kibeszélhetném, hogy milyen volt. Oh, elkaptam. Nem kaptam el. Ó, viszont megeszek egy egérkét. Hát persze, hogy tetszett a finálé. Na, akkor... Hogy tudom őt elkapni? Akkor van-e még valaki, aki nézte, illetve... Van-e valaki, aki nézi, de még nem látta a finálét, úgyhogy ne beszéljek róla. Ah, elmenekült. Léci, szóljon, aki nézte, de még nem látta a finálét, mert nem akarom elszpoilerezni. De annyira szeretnék róla beszélni. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem azt a sorozatot. Catnip, tök jó. Gift, jó. Treats, wounds, overtime. Tök jó. Lehet ez annyira trash, de totál kikapcsolt. Én is promókódokkal tudom változtatni a cica bundáját. De hát nincs promókódom, úgyhogy mindegy. Pusztuljatok. Most híleltem magam, srácok, úgyhogy van annyi életem, hogy mindkettőcsöket kinyírjam a fenébe. Ha csak nem nyírsz ki előbb, szuper, csomó pénzt is kaptam érte. Szóval akkora... Még nem láttam, de mostanában hallottam párszor, úgyhogy lehet belenézek. Írtak ott, vagy 20-at, de nem zavarnak. Na, a lényeg, hogy ez egy ilyen tök trash reality, ami arról szólt, hogy... mi lenne, ha el tudnék kapni halakat? Vajon hogy tudok elkapni halakat? Ami arról szólt, hogy behívtak egy csomó embert, akik... A lényeg, hogy a férfiak meg a nők találkoztak egymással, de úgy, hogy nem látták a másikat, tehát ilyen podokba rakták őket, ami gyakorlatilag egy szoba, ami középen el volt választva egy fallal, tehát hogy csak hanggal beszélgettek, de nem látták egymást, és ugye az volt így a felcsapás a sorozatnak, hogy is love blind, tehát hogy tényleg vak-e a szerelem. Mert hogy az volt a lényeg, hogy egy héten keresztül beszélgethettek így egymással, és hogy úgy lehetett kijönni, vagy hát úgy lehetett tovább lépni a játékba, mert hogy ez egy ilyen 3 hetes event volt, hogy eljegyzik egymást az emberek. Tehát, hogy az volt a kérdés, hogy anélkül, hogy egymást látnák az emberek, képesek-e annyira beleszeretni a másikba, hogy eljegyezzék egymást. És ez tök érdekes volt. Upp, nincs elég életem, csinálj meg! Ó, de jó, ezt el is visszük majd a templomba. Szóval ez azért is érdekes, mert egyébként, mivel ez egy tévéműsor volt, ezért nyilván hát tök szép, de legalábbis átlagos kinézetű embereket válogattak be. Szóval nem volt köztük úgymond olyan ember, akire így a kinézetére azt mondtam volna, hogy hát ezt nem. Is Lovi blind? Na igen, romantikus éhezők fiadala. Szóval az mehetett tovább, akik így eljegyezték egymást, és az azt jelentette, hogy ha eljegyezték egymást, hogy 3 hét múlva össze is házasodnak. Mert hogy az egyhetes ismerkedési fázis után... következett az... Aj, még egy krót vagy davot el kéne kapnom, mielőtt hazamegyek. Pedig már késő van. Hogy ez egy hét után, akik eljegyezték egymást, ami azt hiszem végül 6 pár volt. Ők... tovább mentek egy hétre, hát nem nászútra, de egy hétre elmentek Mexikóba, egy ilyen tök fullos szállodába, hogy így megerősíthessék a kapcsolatuknak a testi vonatkozását. És tök jó volt látni azt, hogy volt néhány olyan ember, akik így
tényleg teljesen tök őszintén örültek neki, mikor meglátták a másikat, mert azért nyilván így leesik a kő a szívedről, hogy itt van valaki, akiben úgy érzed, hogy tényleg beleszerettél, mert hogy a legtöbben arról beszéltek, hogy szerelmesek, és azért kérték meg a másik kezét, vagy azért mentek bele az eljegyzésbe. Ó, balra aztán le. Ha csak téged nem tudlak elkapni, még gyorsan. Nem. Akkor mindegy is. Hagyjuk. Balra. Szóval, hogy így tényleg látni rajtuk a megnyugvást a legtöbben, hogy így meglátja a másikat, és így jó, oké, külső alapján is vonzódom hozzá. Szóval ez tök érdekes volt, meg az, hogy ki az, aki tényleg így fizikálisan is tudott, vagy hát a élőben látva a másikat is tudott olyan kapcsolatot teremteni, amit tovább akart vinni. Spooky Kitty, szürke, sötét, szürke foltokkal. De valahol meg lehet ezeket szerezni? Vagy ezt csak ilyen rákerestél a neten, és akkor így megmondja, hogy lehet ilyet. És akkor az egy hét kvázi nyaralás után meg hazamentek, és azonnal összeköltözés, tehát egy hétig azonnal együtt is laktak. Egy hétig, amikor is aztán, amikor találkoztak egymás családjával, barátaival, stb. És ugye a harmadik hét leteltével pedig jött az esküvő. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ki az, aki ezt túlélte, ki az, aki nem, és hogy milyen helyzetek voltak, amikor így rászmélsz, hogy egy csomó dolgot nem tudtál a másikról, ami így meghatározza így a jövőben az életedet. Tehát mondjuk, hogy egy emberről kiderült, hogy egyrészt neki van, nem is tudom, 20 000 dollár, Raspberry, bakker, akkor most mit csináljak? Ezzel nem tudok csinálni semmit, nem? Akkor még megeszlek téged, meg aztán megeszem a mouse-t, és akkor össze tudom szedni mindkettőt, és akkor el tudom vinni a templbe. Szóval kiderül, hogy nem is tudom, van 20 000 dollár diákhitele, meg van közel 1 000 dollár bankkártya hitele, ami sminkcuccokat vett is abból. Tehát, hogy így mi a franc, és a másikon meg így látod, hogy ő meg 27 éves, szétgürizte a belét azért, hogy legyen egy lakása, ami tök pici cuki, meg minden, de az övé, és akkor amikor így rádöbben, hogy a másik meg így egy pénzügyi gödör, és hogy azt várná, hogy ő fizesse ki a tartozását, meg hogy még beközli, hogy egyébként ő stay-at-home mám akar lenni, mert hogy nem akar dolgozni, és így what the fuck, man? Nem te kell lesz, nekem a Krau kell. Meg amikor a másik fele meg, amikor úgy találkozol végül valakivel, hogy akkor elvisz, megmutatja a lakását, és akkor kiderül, hogy most vette egy kétszintes házat, amiben egy csomó szoba van, meg mit tudom én, és akkor így állt a csaj, hogy jó partit sikerült fogni. Meg hát nyilván voltak olyanok, akik így annyira külső alapján, annyira nem vonzódtak a másikhoz, hogy emiatt így szét is mentek. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt a sorozat, és nekem nagyon tetszett pont ez, hogy oké, hogy egy ilyen trash kis sori, de... Meg nyilván így tudom, hogy így full megrendezett volt, meg mit tudom én, de hogy tök érdekes volt nézni, meg az, hogy emberek egymásra, és én hogyan növék a válási statisztikákat. Nekem egy külső szemlélőként volt érdekes látni, például Barnették, hogy lehet oda vagy valakiért, de annyira látszik a rózsaszín köd nélkül, hogy ki milyen. Pontosan. Mit kellene most csinálnom? Energizing, jó, treat wound.
Ó, valakinek adok ajándékba egy kis catnipet. És mit csinál a raspberry? Quick snack. Jó. Én a magyar Love Island-et is néztem. Pont amiatt, mert egészen érdekes volt látni, hogy olyan emberek, akik elvállalnak egy reality-t, amiről így azt gondolod, hogy alapvetően kevésbé értelmes emberek csinálnak ilyet, de hogy így meglátod, hogy mennyire őszintén beszélnek egymással az érzéseikről, és így állsz, hogy basszus, hogy lehet valaki, aki nem tudom, csak egy ilyen gyúrós köcsög, vagy nem tudom, és közben meg olyan érzelmi intelligenciája van, hogy így állsz, hogy mi a franc? És ezért nekem nagyon érdekesek voltak tényleg ezek az őszinte beszélgetések így az érzelmekről, amikor így tényleg tök őszintén megvitatják, hogy te tetszel nekem, te nem tetszel, meg akarom, érdekel valaki más is, meg akarom próbálni valaki mással, úgyhogy ne randizzunk tovább, vagy nekem őszintén tényleg kezdenek érzéseim lenni irányodba, szóval wow, man. Szóval ez nekem tényleg nagyon-nagyon érdekes, és ezért néztem ezt a műsort is, mert hogy így megbeszélni egymással, hogy tényleg izé vonzódom hozzád, vagy tényleg nem, és meglátni azt, hogy azok után, hogy emberek meg találkoztak egymással így fizikai valójukban, hogyan reagáltak, tehát hogy volt, aki így tényleg így full megkönnyebbülés, volt, aki így látott, hogy nagyon-nagyon egy hullám hosszon vagyunk, de hogy egyszerűen így nem tudom, nem érzi annyira ezt a helyzetet, hogy bevállalja konkrétan a házasságot, és akkor volt olyan, akinél meg így egész ilyen kultusz alakult ki, hogy azzal kapcsolatban, hogy nekik mindenképpen össze kell jönniük, meg mit tudom én. Ja igen, ajándékot akartam adni valakinek. Mi van, hogyha ezt odaadom ajándékban? Nem tudom miért, de mindenképpen ezt a köcsög missit akarom megszerezni. Hold. És ezt odaadom neked. Oh! I only hang out with the coolest cats. And you? Well, you just don't qualify. Not yet anyways. So until that changes... nem baj, azért kapsz tőlem egy raspberry-t is. Oksi? Na, és akkor... már hármas legalább a kapcsolatunk. Gondolom ötösig kell felvinni ahhoz, hogy elfogadja tőlem a rózsát. Meglátjuk. Na, szóval engem így emberi kapcsolatok meg érzelmek, meg kommunikáció szempontjából tökre érdekelnek az ilyenek. És ezért nézek ilyen kis trash reality-ket. Ja, ennyi. Ennyit akartam beszélni róla, hogyha közületek nem nagyon néztétek, mert egyébként meg így tök jó kibeszélni a különböző párokat, meg így együtt rédzselni, hogy úristen, ez itt mekkora hülye picsa, meg Jézusom, ez mennyire megvezeti a másikat, meg úristen, mekkora dráma künyin, meg mit tudom én. Évekkel ezelőtt láttalak Tinderen, lehet, hogy fake volt, neked onnan valami érdekes tapasztalat. Elképzelhető, hogy évekkel ezelőtt láttál Tinderen. Én is megnéztem, hogy mi ez a hype, amikor szingli voltam. Én ugye... Én nem egy éjszakás kalandot kerestem, és... Jaj, haza kéne menni, nem? Hogy ne 11-ig aludjunk. És hát nyilván azért Tinderen a legtöbb ember erre megy, illetve nekem az se volt sose szimpatikus, és egyébként a Párnacsata podcastben valamelyik részben viszonylag sokat beszélgetünk erről.
ilyen társkeresési tapasztalatokról, stb. Imivel. Imi volt a vendég, és hogy ezen így sokat beszélgettünk is, mert Imi mindig azt mondta, hogy ő meg ilyen azonnal találkozós, mert akkor kiderül, hogy így élőben is van-e valami kémia a két ember között. Meg mindig azt mondta, hogy nekem meg tök fura, amikor valaki azt írja, hogy hello valamikor, Tali, mert hogy nekem meg kellett ez a nem tudom, felvezetés, vagy ez a így érzelmi szempontból, hogy csak úgy nem találkozok, hanem mondjuk, hogyha így csetelünk, meg így van valami összhang, akkor találkozunk. Szóval ez tök érdekes volt, hogy arról beszélgettünk, hogy ki, mi, meg hogyan. Nyilván volt egy-két érdekes randim onnan, volt egy-két nem érdekes randim onnan, szóval. De hogy én nem igazán szeretem ezt a kép alapján jobbra vagy balra húzzuk az embereket. Pláne azt nem szeretem, akik pasik úgy tindereznek, hogy mindenkit jobbra húznak, és akkor... Nem tudom. Ja, értitek, kb. Ennyi. Eredetileg a 70-80-as években egy brazil műsorban csinálták meg először, egy hajón összezárták az embereket, csak ott nem volt kieső, ha jól emlékszem, de leállították, mert elszabadultak az indulatok, Love Boat, azt hiszem. Ez nem tudom, ez érdekes. Pasiként úgy legalább van esélyed meccselni valakivel. Ez szerintem tök nagy fasság, már bocsánat. Tehát, hogy az, hogy akkor van esélyed valakivel meccselni, ez tipikusan azok a pasik mondják, akik 10-ből egy csajt húznak csak el, mert annyira ez a legyen ilyen tökéletes cicababa, meg mit tudom én, tehát szerintem azok mondják ezt egyébként. Mert... Ó, ez az, elkaptam. Na, nincsen helyem nyilván. Enni se akarok. Hát, mindegy, elhasználom ezt. Nem tudom valójában, hogy... Hát, ja, 100% volt itt a reputation-ok. Na mindegy, el akartam kapni ezt a ladybugot mindenképp. Szerintem nincsen ládám. Hogy így a dolgokat elpakoljam. Fiú, elmegyek a... Hi! Basszus, Kraut! Na, ha sikerül elkapni, akkor majd kitalálom, hogy kit dobjak el helyette. Ah, nem sikerült nyilván elkapni. Elmegyek a bányába megnézni, hogy az Iron Ore-t le tudom-e adni ott a vakonnak. Még 2 fel, meg 2 jobbra. Én sose tindereztem, szerintem nincs meg hozzá a hardverem, de a környezetemben elég sokan. Mi az, hogy nincs meg hozzá a hardvered? Mondjuk nehéz nem a külső alapján dönteni tinderen, ha a többség nem veszi a fáradtságot, hogy legalább valami pár mondatos biót összedobjon. Abszolút értem, de hogy közben meg egy csomó olyan csávót ismerek, vagy ismertem, akik meg tényleg lehet, hogy 20-ból egy csajt húznak csak jobbra, mert hogy nézzen ki tökéletesen külsőre. És én meg így miért? Érted, hogyha nincs cés melle, meg hosszú szőke haja, meg kék szeme, meg nincsen kisminkelve, meg nem vékony, akkor az már nem ember, vagy mi? Szóval, hogy én emiatt nem értem azokat, akik így... Meg, aki meg, jaj, a másik része, aki meg mindenkit jobbra húz, az meg az ilyen totális kétségbe esett, hogy én csak ronda csajoknak tettem. Na, szóval, na mindegy, szerintem ez... Persze, hogy külső alapján ítélsz, de pont az lenne a lényeg, hogy olyat húzzál jobbra, aki tetszik neked. És nem ez a... Hogy remélni, hogy majd valaki meccsel veled. Nem nézek ki úgy, hogy bárki jobbra húzzon. Ez tök fasság. Bocs, most tényleg sokat kezdtem káromkodni. Ez szerintem őrült nagy hülyesség. Mert hogy ha... Egyrészt, hogyha szerinted nem vagy szép, az baj. Másrészt... Hogyha úgy gondolod, hogy senki szerint nem lehet szép, az is baj. Harmadrészt pedig vannak olyan emberek, akiknek nem az számít, hogy tökéletesen néz ki. Hanem hogyha mondjuk a képek alapján úgy átjön a személyiséged, vagy a leírásod alapján úgy átjön a személyiséged, és szerintem tök fontos ráadásul, hogy olyan emberrel jöjj össze, aki,
aki nem a tökéletes szépséget keresi, hanem meglátja más emberben a szépséget úgy is, hogy nem 170 centi hosszú szőkehajú cés mellel 50 kilósan, meg kigyúrva, meg mit tudom én. Van ismerősöm, aki tök normális, egyszerű, intelligens srác, aki alig tudott valakivel meccselni, amikor normálisan húzott jobbra-balra. Mivel ez egy külső alapú társkereső platform, én is azt gondolom, hogy a legtöbb ember, aki használja, az külső alapján ítél főként. És továbbra is azt tartom, hogyha arról nem is beszél, hogy nyilván olyas valakivel meccselsz, aki nem csak te húztad jobbra, de ő is téged jobbra húzott, szóval lehet, hogy ő nem húzott olyanokat jobbra, akik meg őt jobbra húzták. Magamra is ezért mondtam, hogy nem nézek ki úgy, hogy Tinderen nem nagyon húznának engem jobbra, nem általánosságban. Ha meg nem akarod, szóval az más kérdés, hogyha nem akarsz egy ilyen full külső alapú társkeresőt használni, de hogyha meg azért nem akarod használni, mert hogy úgy sincs senki, aki jobbra húzna, akkor meg a lehetőségét sem hagyod meg. Tehát, hogy magától ettől a rendszertől, hogyha nem óckodsz, akkor meg miért ne használnád? Hátha. Barátnőm próbálta, nem hallottam róla sok jót. Én se szeretem. Szia, Kenixdot! Üdv itt! Köszi szépen a követést, és remélem, hogy te is jól fogod magad érezni itt a mi kis közösségünkben, és a streamekben is. Trade all. A Debriszt is el tudom cserélni. Bakker! Hát akkor visszamegyek Debriszt gyűjteni. A francba! Na mi van a molkesben? 49 molkesem van. Inventory expansion 40. Bakker. Hát jó, akkor igazából elkezdhetek Debriszt is gyűjteni. Most van sok kajám igazából, ami meg pont ezért baj. Na figyú! Leadom azt az egy szem crow-t, és utána visszajövök ide. Valami szagot érzek. Egyelőre igyekszem még más módokon. Persze, tökre megértem. Még egyszer raktam pontot, és kivágott a bot. Nem ismerem, csak hallomásból, de van benne valami. Legjobb barátnőm így talált rá a nagy űre. Novárban lesz Lagzi 100 000-ből az egy. Én speciál már nem is próbálkozom párkereséssel, azon a szinten vagyok. Jaj, srácok! Hogyha úgy érzed, hogy nem akarsz párt keresni, akkor ne keres párt. De hogyha úgy érzed, hogy nem keresek párt, mert úgyse sikerül, akkor menj a terápiára. Ez most lehet, hogy nagyon nyersen hangzott, de ezt gondolom. 1, 2, 3-at le és 3-at jobbra. Őszintén én ezt gondolom erről. A másik meg, hogy tényleg, hogy fel tudtam venni? Igen, 2. Ja, de azt hiszem kék ladybug-kel, vagy nem? Valami ilyesmi. Na mindegy, őket is megpróbálom leadni. Szóval amúgy meg igen, lehet pár találni, vagy értitek, én is randiztam onnan olyannal, aki így tök szimpi volt meg minden, csak aztán végül nem volt meg úgy a kémia, vagy mit tudom én, de az meg már egy ilyen tökre megfoghatatlan dolog, de hogy így alapvetően... Jaj, elaludt a gyertyám, annak van szaga. Illata, bocsánat. Le is jobbra. Szóval, hogy így értitek, tök jó parti volt az ember, csak hogy így kettőnk között így nem működött a dolog. Szóval szerintem nem szabad ezt így elvből elutasítani, de közben meg nyilván fenntartásokkal kell nagy részt kezelni egy olyan platformot, ahol 90%-ban legalább a külsej alapján döntesz az embernek.
és figyelembe venni azt, hogy más emberek is úgy csatlakoztak, hogy 90%-ban külső alapján ítélnek. Nem akarom megváltoztatni a nevem. Nekem is van több ismerősöm, aki ott talált komoly kapcsolatot, de az első lépés akkor is javarészt felszínes és külső alapú. Abszolút. Ezzel tökre, hogy felszínes világban nincs sok esélyed. Menj a terápiára. Te se keresem, mert hogy nincs időd pasizni egyetem mellett. Tök korrekt. Viki, az Imis párna csata részben, ha jól rémlik, te is mondtál olyasmit, hogy nem nézel ki jól, pedig nem értettem vele egyet. Nyilván nekem is megvannak a saját insecurity dolgaim, ami miatt különböző módokon gondolok saját magamra. Van, amikor ez jobb, van, amikor ez kevésbé jobb, de hogy én alapvetően is azt gondolom, hogy olyan emberrel szeretnék lenni, akinek kevésbé számít az, hogy hogy nézek ki, mint hogy milyen vagyok, és nyilván én is megtapasztaltam korábban, akár szemtől szembe is, hogy külsőleg nem tetszem embereknek, akár a fogaim miatt, akár az arcom miatt, akár a testalkatom miatt, akár azért, mert ragyás bőröm, akár mert nem vagyok kigyúrva, akár mert nem szőke a hajam, mert rövidebb a hajam, nyilván ideig ér a hajam, nem hosszú hajam van, szóval, hogy egy csomó minden van, és nyilván azért, amikor így ezzel szembesülsz, hogy valaki azt mondja, hogy külsőleg nem tetszel neki, akkor így egyrészt az a reakciót, hogy kap be, másrészt meg az a reakciót, hogy akkor ezek szerint egy csomóaknak nem jövök be külsőre. Ez az Insta Stories gyertyát, hogy vált be? Tényleg tovább éget, mint a hagyományos? Én tudja, jobbra húználak, ha srác lennék. Sokan voltak, akik jobbra húztak, nyilván. De hát nagy merítésből. Az a gyertya, amit most... Úristen is még... Na most aludt el végleg. Ami azért tök szomorú, mert valamennyi még maradt az aljában. Bakker, akkor azt majd valahogy... Majd ki kell találnom, hogy hogy tudom még kihasználni. Szóval ezt a gyertyát égetem most, vagy égettem. Jaj, megint kiég, ezért nem látjátok a címkéjét. Ez Very Vanilla. Az End Your Stories-tól, akiket tökre szeretek. Ez a összesen a negyedik gyertya, amit vettem, vagyis hát a harmadik, mert ez igazából a téli vaníliás illatuk, ami egy ilyen édes vaníliás illat, és ugye teljesen... Gwyneth Paltrow-s gyertya. Azt gondolom, hogy tényleg tovább ég, meg én tökre szeretem, hogy szójaviasz, tehát hogy full vegán, meg hogy így fenntartható módon itt Budapesten készítik, meg tök cuki a csaj, aki csinálja, legalábbis aki szokott nekem válaszolni néha Instán, amikor látja, hogy kiraktam, és mindjárt megmutatom, melyik a kedvencem. Ez a legnagyobb kedvencem. Ez a Woody Moody, ami pedig egy ilyen... Jaj, mit is mondtak, milyen? Szantálfa és fekete bors. Ah, ennek nekem annyira ilyen igazi otthon illata van, meg kicsit olyan... Hát hogy mondjam, hogy olyan férfiasabb, meg olyan szexibb illat, imádom. Szia Korenzi, üdv itt nálunk, köszi szépen a feliratkozást, és remélem jól fogod magad érezni. És egyébként az van ráírva, hogy ez egy 100 grammos gyertya, és 22-25 órán keresztül ég. És igen, ezen is rajta van, hogy hand poured in Budapest. Szóval ez az illat most, ez igazán nagy kedvencem.
Korábban egyébként nyári, volt két nyári illatom, amiket még, vagy tavaszi, még amiket korábban vettem, és kiszámoltam egyébként, hogy tényleg ég annyit, másrészt pedig korábban volt, hogy viszonylag kevés gyertyát igen, piros ladybugom van. Viszonylag kevés gyertyát szoktam égetni, mármint, hogy én nem ilyen folyamatos gyertyázó vagyok, hanem hogyha hangulatom van hozzá, és ezért van az, hogy nem tudom, nekem 2-3 havonta fogy el egy gyertya, és a lényeg, hogy régen néha Yankee Candle-t vettem, ami egy ilyen tök ismert márka, és nagyon-nagyon jó illataik vannak, meg mindig az éppen havi akciós gyertyáik tök jó árban vannak, viszont mit tegyek? Ez mit is csinál? Treats wounds, az nem kell. Ordinary Pink Ladybug. Hát őt nem tudom megenni. Az a baj. Hi, van egy troutom. Trout nem kell? Sőt, egy másik halam is van. Szóval, és kiszámoltam, és ekkora égés időnél csak ez a halam van. Ez nem kell, ugye? De! Egy kellett, tök jó! És még kettő kell, szupi! Szóval kiszámoltam, és ennyi égés időnél, ekkor a gyertyánál, ilyen árban jobban megéri ezt venni. És ráadásul egy magyar kisvállalkozást támogatok, és ez szerintem tök király dolog. Ah! Pedig de jó lettél volna! Ha itt meg egy halacska. Ez az! Jaj, nem figyeltem, mit írtok. Azok a gyertyák annyira jók. Igen! Igen, a Woody Moody-t láttam. Aha! Látod már a Homár című filmet? Ha már táskaesés, ha nem kifejezetten ajánlom, nem könnyű film. Az, amikor az embereket kötelezik a társkeresésre, és hogyha adott időn belül nem sikerül, akkor homárra változtatják őket? Igen, úristen, láttam, és nagyon-nagyon szerettem, de tökre elborult film. Tényleg tökre elborult és nehéz film. Állattája, igen, és ők választhatják ki, hogy milyen állatként szeretnék leírni az életüket, és a főszereplő csávó homárt választ. Fú, nagyon-nagyon kemény az a film, nagyon elborult, de közben meg annyira érdekes. Imádom, úgyhogy ezt tényleg ajánlom, hogy nézzétek meg, mert baromi jó, de tényleg hangulat kell hozzá, meg tényleg úgymond nehezen emészthető. Tehát, hogy... Na, elborult, na, ezt akarom mondani. Fú, az egy nagyon érdekes film, Lanthimos, 3 filmjét láttam eddig, és mind elborult, nagyon el volt, igen. Lanthimos? Nem tudom, hogy... Jaj, belemettem a vízbe, hogy ő író, rendező, ő nem vagyok otthon ilyen filmes dolgokban, bocsánat. Úgyhogy nem tudom. Na, azt nézzük meg, hogy itt milyenek vagyunk 100%-osak. Figyelj, hogyha egyet fölmegyek, meg egyet jobbra, akkor el tudok lőni egy-egy lavendert, lavendulát. Százszázalékosak vagyunk itt is. Itt is 100%-osok vagyunk. Jajaj, miért akadt be a hang? Ez nem jó jel. Ja, hogy a My Reputation, aha,
Ó, oké, oké, véletlenül azt néztem, nem pedig a területnek a reputation-ét, úgyhogy itt 39-ben vagyunk, szóval előhetem igazából mind a kettő lavendert. Ó! Nem jó növényt tettem? Növelnie kellett volna, nem? A helynek a népszerűségét. Itt van Bess, van még Bakker, és azt nem adtam le. De mindegy, gyorsan leadom azt is. Yorgos Lanthimos, ő rendezte, lehet elírtam. És rossz lesz nekik állatként? Mert ha nem, én lehet azt választanám. Ő nem, hanem állatként kell leélniük az életüket. Vadásszák őket, ja tényleg, vadásznak rájuk. Jézusom, a házi állatot is? Igen, igen. Nagyon különböző állatok alakulnak, és... ja igen, és a társkeresők vadásznak az állatokra, úgyhogy ugye tudják, hogyha nem találnak maguknak társat, akkor ők is azokká az állatokká válnak. Szupi. Nem csak azokat vadászek, akik nem alakulnak át állattá, és nincs párjuk. Úgy van, hogyha nem találnak maguknak párt adott időn belül, és ide küldik a szingli embereket, akkor, szóval, hogyha lejár az az adott idő, és nem találtak párt, akkor állattá változtatják őket, olyan állattá, amit ők maguk választanak. És ezután elengedik őket, és egyébként a társkeresőknek az egyik program az a vadászat, tehát azokra az állatokra vadásznak, akik korábban társkereső emberek voltak. Jaj, rossz gombot nyomtam, bakker. Nem kell sietetni a párkeresést, egyszer csak nyomról rúg a szerelem, mikor nem számítasz rá. Esetemben amúgy ez szó szerint így történt. Jaj, ne, elment már aludni a haver, akinek el akartam adni cuccokat. Na mindegy, esek egy egérkét, azt én is elmegyek aludni. Go to sleep. Igen, én úgy emlékszem, hogy akiknek nincs párjuk és megszöknek az átalakítás elő, azokra vadásznak be. Régen láttam a filmet. Lehet? Lehet? Nem tudom. Nem emlékszem pontosan, az az igazság. Elképzelhető, hogy igazad van. És én emlékszem rosszul. Már erre, hogyha közelebb... Igazgatom, hogy középen legyek a kamerában. Na jó, azért nézzük meg, hogy mi a mai quest. Hát, ha... 3 seashells. Hát, az biztos nem haver, mert hogy azt le kell adnunk a templomba, hogyha egyáltalán találunk. Na, visit shop, és el akarok adni csomó cuccot. Figyelj! El akarom adni a ladybagot, el akarom adni a rózsát. Még egy ladybagot, még egy ladybagot. És más nem, mert minden más az kaja. Ez hílelő. Hát, ez meg ilyen... Ezt meg eladom, mert igazából, ha eddig nem használtam, bakker. Akkor ezután se fogom. Miért a főszereplő is, mintha találkozna az erdőben vadászat közben valódi emberrel? Tényleg, tényleg. Igazad van. Mondom, nem emlékszem eléggé rá. Régen láttam. Jaj, de várj, a ladybugot odaadhatom ajándékként a kis basic white bitchnek. Örülni fogsz neki, Missy? Nem tudom, miért akarok ennyire jóba lenni ezzel, miért akarok randizni ezzel a... BBB-vel. Adjak neked még egyet? Vagy adjak neked virágot? Tessék, mit szólsz egy marigoldhoz? Well, at least I have good taste. Még egy ladybugot kérsz? Whatever, hand it over. Ó, akkor neki a ladybug nem annyira jó. Nem figyeltem az előzőnél, hogy mit írt ki, ezért próbálkoztam, hogy még egyet odaadok neki. Visit shop.
Sell items. Igen, igen, igen. Igen. 8 ér, bakker. Ja igen, és azt mondtuk, hogy most pedig, hogy van egy csomó kajám, meg ilyen cuccaim, elmegyünk a bányába, ugyanis, mint kiderült, a kő szemetet, amit ott találni szinte minden kő alatt, azokat is el lehet adni a vakonnak. Jaj, szia Tomi! Gyökérkezelésre! Jézusom, nagyon sajnálom, úristen, nagyon sajnálom, nekem még sose volt gyökérkezelésem. Mi a franc történik itt mindkettő helyen? Mi a franc történik? Én nem akarok ilyesmibe belemenni. Sose volt gyökérkezelésem, de valószínűleg nem a legjobb dolog a világom. Szia! Szia, Tomi! Itt ugye nem fájtolnak, nem? Jó. Még egy marigoldot felveszek, mert ugye az... az sebek kezelésére is jó. És azért elképzelhető, hogy összeszedünk sebzést a bányában. Egyebb arra. Hát, meg akkor már ezeket is összeszedem. Mert ezek is jók. Ugye? Ó, nem! Ez gyorsaságot ad. Na mindegy. Nem is szoktam használni egyébként a gyorsítót. Tovább mentünk, ugye, mint kellett volna. Ez a itt mi van? Itt egy grave van? Azt a rohadt. Na, hol vagyok? Egyebb arra kell még mennem. Jaj, Barney! Köszi szépen a cheert! És szia, Creeper! Nagyon szépen köszi neked pedig a követést. Valamit ki kell találnom erre, hogy én miért nem hallom a cheer dolgokat. Én is mindig rosszat hallottam a gyökérkezelésről, majd amikor nekem is kellett a világon, semmit nem éreztem belőle, nem fájt minimálisan sem, lehet, hogy orvosfüggő. Hát nem tudok róla nyilatkozni, hálaiknek. De remélem, ha egyszer mennem kell, akkor én is olyan orvoshoz tudok menni. Meg olyan tapasztalatom lesz, hogy egyáltalán nem fáj, mert hogy én nem nagyon vagyok egy fájdalomtűrő ember. Mondhatnánk úgy is, hogy egy kis puszi vagyok ilyen helyzetekben. Ez a valóság, be kell látnom. Na, mi lehet vajon a 25. szinten? Mármint amiatt, hogy azt írja, hogy ott van a következő megállás. Ugyanúgy érzéstelenítenek, mint fogtömés előtt, aztán kitépkedik az idegeket a fogból. Hát ez pont teljesen fájdalommentesnek hangzik. Nyilván én is voltam már olyan fogtömésen is, ami fájt, meg voltam már olyan fogtömésen is, ahol semmit nem éreztem. Valószínűleg orvos plusz fogfüggő is a dolog. Picked up derbis. Persze, lejjebb megyek. Mennyi van? Még 4-et össze tudok szedni. Gondolom hatalmas összegekért veszi meg a vakond ezeket a dolgokat. Szia, Recruit 0811! Köszi szépen a követést, remélem, hogy te is jól fogod magad itt érezni köztünk. Igen, ezek a fogas tapasztalatok. A fogorvos, azt hiszem, az talán a legfélelmetesebb orvos típus nekem. A második pedig a nőgyógyász. A szemész az, ahol egyáltalán nem, kivéve amíg nem akarják majd egyszer megmérni a szemnyomásomat. Mert az ugye nagyon fura és nagyon nem jónak tűnik.
Yes, descend. Mondom ezeket úgy, hogy konkrétan PTSD-n van a fogászattól egy gyerekkori eset miatt. Jó, hát az mondjuk komoly, hogyha tényleg PTSD-d van. Az nem egy kellemes betegség. Vagy csak átvitt, meg ilyen metaforikus értelemben mondtad, hogy PTSD-d van. Nem mindegy. Oh, tele vagyunk. Bár mondjuk most, ahogyha megeszek egy mókuskát, akkor még ezt pont fel tudom venni, és akkor felmegyek eladni ezeket a cuccokat a vakondnak. 10 mókest kaptam. Így, hogy már 59-en van, egészen elérhetőnek tűnik. Az a 400, amit meg akarok szerezni az Inventory Expansion-re. Bakker. Ez egy darabig el fog tartani, azt hiszem. Mit csináltam? Véletlenül felmentem. Van egyébként egy horkoló cicám. Nagyon cuki. Nem igazán horkol, de most pont úgy lélegzik alvás közben, ilyen összegömbölyödve, félig felfordulva, így a mancsával alszik éppen, és hogy tudjátok, nem horkol, hanem hogy ilyen nagyon hangosan lélegzik. Ez a, amit még éppen nem nevezni a horkolásnak. Szia, Samhun! Nagyon szépen köszönöm a követést! Üdv itt köztünk, és remélem, hogy te is jól fogod magadat érezni a streamek során, meg alapvetően itt a mi kis közösségünkben. Szívem szerint minden új followernek elmondanám, hogy hé, tudod, mire számíthatsz itt? Jaj, nem, megint véletlenül felmentem. Ja, nem. Játékokra, amiket még easy szinten sem tudok jól játszani. Nagyon lassan telik az idő, vagy megáll az idő, mikor itt vagyok? 2:30 PM van. Megáll az idő, hogyha lent vagyok a bányában? Akkor az nagyon durva, mert ugye a Stardew Valley-ben az egyik legdurvább dolog, főleg amikor a Skull Cave-ben kéne lejutni a 100-as szintig, van egy olyan küldi a legutolsó küldik között. Az azért nagyon durva. Igen, úgy tűnik, hogy nem telik az idő. Szóval azért elképesztően durva, mert hogy konkrétan időd nincs annyi. Oh! Ennem kell megint csak ennem kell. Ó, tök jó. Meg se néztem, hogy mi a napi küldi, ugye? Simán úgy jöttem el. 2:40. Hát nagyon-nagyon lassan telik, míg amikor kint vagyok, akkor tökre úgy érzem, hogy így elrohan egy nap. Kezdek fáradni viszont, úgyhogy lassan, srácok, abba fogjuk hagyni. Amúgyis itt vagyunk már, Jézusom! 2:45 órája itt vagyunk. Sajnos ma még kéne dolgokat csinálnom. Ja, hogyha vizitelem a shopot, ugye akkor fogom tudni eladni a cuccokat. Yep! 11 molkes, basszus! Ez így nagyon sokáig fog tartani. Nyugi, nem fogok addig
addig bányászni, míg, míg meg nem lesz. Még meg nem lesz a 400 molkes. Mert azért ez kicsit sok időbe telne. Meg gondolom egyébként alsóbb szinteken értékesebb cuccok lesznek. Meg kéne nézni, hogy mi van a 22-es szinten. Megint telt az idő, 3 óra van. De miért telik ilyen lassan? Alapból nem ilyen lassan telik, nem? Hi, megint éhes vagyok. Hú, azért... Oké, hogy éhes vagyok. Vagyis, hogy oké, hogy az idő lassan telik, de hogy az éhségem viszont elég keményen. Elég keményen esik folyamatosan. Hát persze, akkor menjünk még lejjebb. Tök furi egyébként, hogy amikor megölök egy denevért itt lenne a bányában, akkor nem kapok érte semmit, tehát hogy nincsen loot belőle. Na, úgy. Tehát azért azt várnám, hogy mondjuk legalább molkest dobnak a denevérek. Na, azt hiszem tele vagyunk. Aha, tele vagyunk, úgyhogy akkor felmegyek. És akkor szevasz, neked eladok mindent. Pa, 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 ra, pa. Jézusom! És nem tudom, hogyha lemegyek a 25. szintig, akkor ott... Na, na! Ó, azért felszedem azt a raspberryt. Hogyha lemegyek a 25-ös szintig, akkor utána... Oh my god! Hát mondjuk van életem, de mondjuk ez a csata, ez... Na is tudom, hogy éppen sebzeke van. Ja, hát ez így nem jó, hogy mindenki mást kinyírtak a mi csapatunkból, úgyhogy ezt itt így, most itt így, itt hagyjuk ezt a dolgot. Szóval, hogy vajon, hogyha elmegyek a 25-ös szintig, akkor utána tudok-e a 25-ös szinten kezdeni? Igazából az lenne a jó, vagy mi van a pihenő szinten? Szóval ott lehet venni kaját, vajon? Mert különben meg nem nagyon tudsz gyűjtögető életmódot folytatni, úgy, hogy egyébként fullosan kajából betárazva kell oda menned. Van bármi, amit el kéne adnom? Hát nem. Viszont amit megehetnék, az ez, meg ez, meg ez. Hogy sok legyen az életem. Mi a napi küldi? Azért a biztonság kedvéért megnézem. Ja, tényleg a 3 szíssel. Jaj, miért accepteltem? Miért accepteltem? Nem tudom, hogy miért accepteltem. Parappa. Aj, kis karácsonyi dekorunk, az annyira jó. Na most hánykor fogok felkelni? Ó, reggel 6-kor keltem fel, tök jó. Mennyit kell akkor? 10 órát alszom általában? 10-12 között vajon? Nem tudom. Viszont, igen, 25-ről tudsz kezdeni, ha jól tudom, kaját is tudsz venni a vakontól, csak jó drágán. Igen, igen. Srácok, viszont most abba fogom hagyni, mert tényleg nagyon-nagyon elfáradtam, és éhes is vagyok, és a hangomnak is érzem, hogy kezd elég lenni az, hogy ilyen régóta beszélek. Ó, és még nem sötétedett be teljesen. Úgyhogy
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, és kitartottatok, és nagyon cukik vagytok. Köszönöm szépen a rengeteg follow-t, nagyon-nagyon imádlak benneteket, és legközelebb, hogyha más nem, akkor szerdán este 6-kor fogunk találkozni, amikor még nem tudom, hogy szia Ozsirúig pont jöttél követni, amikor befejezzük a streamet. Szóval, ha más nem, akkor szerda este 6-kor fogunk találkozni itt legközelebb, és még nem igazán tudom, hogy milyen játékkal fogunk akkor játszani. Szerintem azt is kb. Így aznap délelőtt, vagy előtte nap este fogom Twitterre kiírni, úgyhogy érdemes Twitteren követni, mert ott szoktam leginkább megosztani ezeket a dolgokat. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon-nagyon cukik vagytok, akkor csá! Akkor neked is csá. Mi ez? Most jöttél ide az elköszönésre? Oké. Tudok hosszabban elköszönni? Nem. Tudnék még hosszabban. Még mondjam? Itt vagyok már rég. Csíra. Akkor csak cseten nem voltál. Jó étvágyat, jó hétvégét nektek is. Nagyon jó hétvégét kívánok, meg további szép pénteket is, nektek is jó étvágyat. Egyetek. Az evés kell a fejlődő és a nem fejlődő egészséges és nem egészséges szervezetnek, úgyhogy eszem is valamit. És akkor majd találkozunk, és sziasztok, és köszi, hogy itt voltatok, és sziasztok, és köszi, hogy itt voltatok, és hello! Elfelejtettem rédelni valakit. Viszont mindenképpen akarok rédelni valakit. Úgyhogy visszatértem egy pillanatra. Mindig elfelejtek rédelni egyébként. Mindig. Nézzük meg, hogy van-e fent valaki, akit kedvelünk. Mondjuk ehhez nem ártana, hogyha lenne internetem, és meg tudnám nézni, hogy kit tudok rédelni. Tudom, hogy kell egy réd parancs, csak nem tudom, hogy éppen ki az, aki streamel. Mert hogy így kicsikét be van fagyva a telefonon, próbálom megnézni. Szerettek-e valakit azok közül, akik éppen rédelnek? Kinél vannak kevesen? Jaj, Giga éppen Game Dev Tycoon-t streamel, úgyhogy őt fogjuk rédelni. Ja, hogy lehetne fekját olyan réd parancs, hogy tudjatok engem emlékeztetni rá, hogy rédeljek ilyenkor. Ez egy nagyon jó ötlet, meg fogom csinálni azt a parancsot. Szóval azt mondjuk, hogy per raid. Ó, nem rod! Ne! Per raid Giga. Úgyhogy mindenképpen menjetek Gigéhez, mert a Game Dev Tycoon az egy tök jó, tök cuki, tök érdekes kis játék. Úgyhogy őt nézitek majd. Sziasztok!